uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Szeretetteljes karácsonyi köszöntést minden kollégának, aki beír a megszólalásra. Egy, kettő, há. Jó reggelt kívánok mindenkire! Az év utolsó az egyik elalszik, de hogy te mi a rohadt életén azért, mert nem tudsz bejönni. Mert a kollega így szerel, egy hatalmas létráról, bent a stúdióban a, nem is tudom minket, azt mondja, hogy mi az a fekete doboz. Így van, a fekete dobozunkat, ami rögzítik az egész évet, és utána pedig majd január 1-én raportra hívnak miatt a minket, és ezért nem tudtam bejönni. Na, jó reggelt kívánok mindenkinek, ezek a Morning Show, Rákóczi Ferivel és a Vadon Janival. Egyelőre, mert a nagyobbik probléma az az, hogy a Balázs kollega is egy picit úgy tűnik megfáradt a tegnapi nap során, annyira, hogy nem tudott időben felkelni, de ilyenkor mindig azt mondani, hogy ne siessen, mert abból még nagyobb baj származhat, úgyhogy csak nyugalom, nyugalom, semmi gond nincsen. Szépen, lassan, síkosak, latyakosak, ugyan nem, de csúszósak, esősek az utak, úgyhogy balikám, nem kell kapkodni. Majd csak idejössz az ajándékozásra, de természetesen ettől függetlenül... Neki most neki is kell? Abban nem, ja. Majd nem. Ő már más ember, neki nem kell. Így van. Ez mindig azért érdekes, mert amikor jön az SMS, nem tudod, hogy ő most hol tart pontosan. Tehát, hogy a még egy zene, abból még nem tudod, hogy már ő itt van, csak nagy a köd, és nem mer annyira gyorsan autózni, tehát visszafogottabban vagy jön. A klotyorról küldte otthon. Vagy igen. Mert simán benne van a pakliban. Na, hát meglátjuk, akkor lehetséges, hogy úgy fog alakulni a dolog, hogy az év utolsó előtti fekete férigen nem ijét, úgy játszhatjátok le, hogy csak gyakorlatilag mi leszünk választatók. Választató opciók, mert hogy a bal ki tudja, hogy mikorra ér ide, lehet, hogy a klotyorról küldte, lehet, hogy már az M0-áson van, nem tudjuk, fene se tudja, majd ide ér valamikor, bekapkodjon. Hát vagy na, van, hogy ma van ugye az ajándék átadás, ja, és igen, marhára elfelejtette. Igen, és most beugrod gyorsan egy benzinkutra, hogy vegyen egy dolgot. Remélem, hogy engem húzott. Persze, jó, engem húzott, akkor majd a letakart címlap újságok közül választ majd nekem egyet, meg mondjuk négy tábla, a tejcsokoládét, meg mit tudom én. Jó, az jó tud az jönni. Persze, mindegyik egyébként kifizetődő. Na, mi a helyzet? Én teljesen kész vagyok. Látsz még ki a fejedből bármilyen szinten is? Nem. Ugye? Tehát, hogy tulajdonképpen mi a Balázsral vagyunk gyerekek, mert szívem szerint én se keltem volna föl ma reggel. Ugye? Mert egyrészt ugye az van, hogy már ez az utolsó három nap, ezt olyan gyomoroncnak érzed, szerintem mindenki, akinek be kellett menni még dolgozni a mai napon, meg a holnapin. Tehát az ország egy jelentős részét elengedték erre a három napra, vagy kivetted a Szabidat, vagy azt mondta a főnökségén egy csomó olyan helyet. Tudok, azt mondták, hogy figyeljetek már, ne szívassuk egymást, úgyse csinál már senki semmit, ne gyertek be, legyen ez a három nap a tiéd. De jó arcok. Mindenkinek ilyen főnöket, ilyen tulajdon. Nekünk ez nem jött össze, de... Na, miénk is nagyon kedves, hát nagyon aranyos, nagyon aranyos, nagyon helyes is, figyelmes is. Mi választottuk, abszolút, hogy jöjjünk. Köszönjük, hogy... vagytok meg. Mi választottuk, hogy jöjjünk. És ezzel szemben tegnap, ugye a gyerekek már nem járnak szociális intézményekbe, tehát valamit kellett velük kezdenem, úgyhogy elmentünk mozizni. De be voltak sózva, megnéztük valami Dino Tesó nevezetű filmet, 3D-s mozgó filmszínház. Én ezzel most szembesültem, hogy 2 darab gyerek jegy és 1 darab felnőtt jegy az 5000 forint. Azaz. 5000 forint. Tudom, hogy én vagyok a mozi hülye a csapatban, nyilván erre kicsit rá is teszünk, de hogy azért így szoktunk mi moziba járni, de valahogy ez nekem sose esett le. És tegnap állunk ott a sorba, rengetegen voltak, a Dunaplázás moziba mentünk el, nagyon sokan voltak, mi nyilván mindenki a gyerekét akarta valahova tenni, már ráértek, akkor bementek moziba, állunk a sorba, mondom, szeretnék erre a filmre, mindjárt kezdődik, 2 gyerekjegy, mind a 2 kiskorú, még ugye 6, vagy 7, meg 5, meg nekem kéne egy. És mondja a kislány, hát hogy 4000, igen, hát tudja, megmondom, én is bemegyek a gyerekek. És mondja, az mondja a kishölgy, hogy 4900. És mondom, ne haragudjon, mit vettünk? Hát azt mondja, a 3. Valamit eltört a gyerek? Igen, hogy de ebben már a kukorica is benne van, meg a kóla. De és mondta, hogy nem. Figyelj, nagyon súlyos. Hát figyeljetek, egy átlag család, az hogy? Szegények, 4 persze, ember, persze. Hogy enged? Se nem engedheted meg magad. És akkor mondta, hogy de hogy 3D lesz. Igen. És azért drágább. Tetszettek hozni szemüveget? Nem. Hát akkor 200 forinttal drágább személyenként. Az én gyönyörű és okos feleségem a zsebembe gyűrt 3 ilyen izét. Bizonyám. A vackot, ugye azt megúsztam. Erre érdemes odafigyelni. Hát a baráti társaságunkban én vagyok, az nyilván. Hát ki más lenne, hogy szerintem, hogy rákérdeztél volna, akkor már nem is. Már álságos lett volna a kérdés, és úgy is tudtad volna, hogy én vagyok. Hát, az. Hogy szemüveg, persze,
De én mindig bespejzolom ezeket, és viszem magammal mindenhova, hogy legalább ezzel is spóroljunk 600 forintot. És egyébként bérled olyankor, vagy megveszed? Nem, megveszed. Minden egyes alkalommal megveszed. Igen, el is viheted, de hogyha legközelebb viszed magaddal, akkor nyilván nem kell fizetni. Ja, na szóval így ez az 5000, ez így bennem megfordít az a borjút, mondom, ha már itt vagyunk, akkor nyilván nem mondom azt, hogy akkor már pedig mi nem mozizunk ennyi pénzért, mert a gyerekeivel nem fog kitolni az ember, de így elgondolkodtam, hogy azért egy ilyen délutáni kis szórakozás 2 órán keresztül az 5000, és akkor vettünk még, mondom neked, 2 teát, meg 2 kis pattogatott kukoricát, az volt még 2000, az 7000, és kibírtam fizetni, tehát ez a litáni, ez most nem erről szól, csak arról szól, hogy átlag család elmegy mozizni, az 10 000 forint. Az egy horror. Az egy 10 000 gyereke. Az nagyon-nagyon kemény. Nagyon kemény. Aztán jött a másik, hogy ugye ez a reklámizé, dömping, hogy ezt miért kell megnézzük a gyerekeimmel egyetemben. Hát mondjuk De azért fizetnek nekik, akkor nem lehetne olcsóbb a jegy. Vesz meg érte, én szeretem ezeket a reklámokat. A mozi tehát, reklámokat? Hogy igen, mert valahogy így, én bírom a trélereket. Tehát, hogy olyan, jó hangulatuk van, tényleg kedvet csinál, kicsit képbe leszek. Hogy de nem a filmek, a filmek oké, hanem hogy egyéb reklámok mennek ott. Ja. Mindenféle ilyen reklám tevékenység. Hogy azért, ha nem lenne reklám... Jó szórakozást kívánok, Klassz FM. Igen. Tehát, hogy azért... Na, mondjuk az fontos. Azt mondja, rehúzzuk már az időt. Azt vártam. Hogyha az nem lenne, akkor nem 5000 lenne a jegy, hanem 8. Ugye? Érted? Lehet. Mert nyilván abból van bevétele a mozinak. Nem egy egyszerű történet, az biztos. Tehát, hogy nagyon-nagyon meg kell nézni. Szinte ünnepszámba megy. Hogy az ember elmehet a sokaknak. Ja. Úgyhogy ez van. Hát én is ugye 3D-ben néztem, csak én 3D-ben plázáztam. Megvan figyelj, minden. De nem hisziteket. Hát az volt, hogy Feri volt olyan kedves, és elvitt engem, bevitt a Forgács utcáig autóval, ugye a Pólusnál voltunk tegnap a Viber-es kitelepülésen, jól sikerült, köszönjük még egyszer a támogatónak. És bevitt Feri a Forgács utcáig. Na, ott, amikor kiszálltam az autóból, na, onnantól kezdve este 7-ig folyamatosan mentem. Hétig. A nap végén összeszámoltam, 4 bevásárlóközpontban voltam, plusz még egy elektronikai áruházban. Féljetek, hihetetlen mennyiségű ember, de ilyen 20 perces sorbálásokkal, eleve ugye tudjátok, hogy akkurátus típus vagyok, illetve hát egy másik olvasatban, Balázs olvasatában kényszeres. Kényszeres szöszmötölő, de hát nyilván nem veszek hülyeségeket, meg nem veszek meg valamit csak azért, mit tudom, X 1000 forinttal többért, mert hogy éppen ott a kezem ügyébe esik, inkább átmegyek érte egy másik helyre, de ettől függetlenül figyeljetek, komolyan mondom, hogy minden életerőmet elszívta ez a vásárolgatás. Pedig tényleg nem vettem igazából sok mindent, meg igazából drága dolgokat sem, csak az a nagy helyzet, hogy az emberek ilyenkor mindent megvesznek, amit évközben nem. Így. És hogy bemegyek az egyik árhoz, és mondom neki, hogy ebből és ebből a dologból van, azt mondja, igen van, de nem nálunk egy darab van belőle, nem az a méret, amit maga keres, egy másik áruházunkban viszont van 19 darab belőle. Persze, és akkor átmész. Van, és akkor átmész. Hát és nyilván átmész Pestről Budára, de mindegy, szóval ez figyeljetek, minden energiámat kiszívta. De és meg ma van még minden? Nem, nincs. Nem áll, hogy még ma is. De tudom, hogy hol lehet kapni. De már tudom, hogy hol lehet kapni, és hazamegyek. És a gyerek csak annyit szólt le így a szobából, így éppen ott panaszkodtam az anyjának, ugyanezt előadtam, mint most. Ha most hallgatotok, akkor elnézést, anya. Még egyszer végig kellett hallgatnod, csak a gyerek leszólt, de csak ennyit hallok, hogy na. Hát ilyen az élete a plázaticáknak. Hallom! Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy támogatsz! Hogy tényleg, hogy ennyi együttérzés van benned, és hogy így az irányamban szeretett az együttérzés, és egyébként meg a rohadt életben a neked te ajándékodat kerestem. Ennyire köszönöm szépen, ilyen az élet a Plaza Citán. Köszi! De most te csináltad a gyereket ilyen négyszer szólok. Gyere, egy puszit, csak miattad ilyen. Kinek köszönhetem, igen, hogy a gyereknek ilyen lett. Ilyen keresetlen őszinte lett a jelleme, a személyiség és a mondókája. Hát ez van. 13 évesen azért ez komoly. Ilyen az élet a Plaza Cicáknak. Köszönöm szépen. Ő készül valamivel karácsonyra? Nálam ilyen dumák. De csak ezek kell. Nem túl sok. Na, úgyhogy nálam ez volt ennyi. Moziztunk egyet, aztán még különböző, nem is tudom, mit csináltunk, hazamentünk, elvoltunk. Én már nem vásároltam semmit, én még visszafogottan kezelem ezt az egészet, és az internetes vásárlás mellett vagyok, gyerekek. Mert odaülsz a gép elé,
beütöd és már jön igen, is hozzá. Igen, is részben, utca. Részben. Hát most miért? Miért részben? Nem, ott is azért vannak, mit tudom én, nem mindegy, hogy egy pikpakpontra kéred, vagy milyen a kezelési költsége, vagy illetve nem kezelési költség, az nem annyira van, de szállítási költség, stb. Tehát, hogy nem olyan egyszerű ez a történet. Meg például most kerestem egy sporteszközt, egy ilyen ellipszis trénert egyébként a napokban, erről beszéltünk is, talán még adásban is említettem, és azért interneten keresztül ilyesmit nem vásárolsz meg, mert nem lenne baj, hogyha rá tudnál állni. Hát mondjuk tudod, jó, nyilván. Kijön egy doboz, és akkor így kinyitod, összerakod, és akkor nem ezt. Jó, hát akkor visszacsomagolod. Szóval nem mindent tudsz megvásárolni interneten keresztül, de egyébként tökéletesen igazad van abban, hogy nagyon-nagyon praktikus tud lenni. A legtöbb dolgot. De én szerintem mindenki kaszál, hát ha csak abból indulunk ki, hogy a tavalyi évhez képest 5%-kal költöttek többet az emberek. Most ugye? Igen. 5%-kal, ami azért nem gyengébb. Komolyan. Vagy nem gyengébb. Úgyhogy... És akkor ilyenkor mindig gondolkozol, hogy el tudod dönteni, hogy baj van az országban, vagy nincs baj. Ugye, az a baj, van, nagyon vízfejű az ország, vannak olyan helyek, ahol nincsen baj, vagy nincsen akkora baj, de vannak sajnos olyan helyek, ahol igencsak vannak rászorulók. Hát a tegnapi napunk ugye részben erről is szólt, hogy rengeteg olyan családdal tudtunk beszélni, akiknek, hát hál' Istennek ugye a szponzor jó voltából is tudtunk segíteni, sajnos nagyon sokan nem tudtunk segíteni, de legalább néhány embernek egy picit így szebbé tudtuk tenni a karácsony. Mindenki nem tudunk segíteni, ezt ugye tegnap is elmondtuk, de amit tudtunk, azt megtettünk. Igyekszünk, és hát még egyszer egyébként tényleg nem győzünk hangsúlyozni, ugye például az ökumenikus segélyszervezetnek gyűjtött 15 millió forint is a példa, hogy a hallgatóink nélkül sem eddig nem jutnánk az ilyen ügyekben, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek az egész éves támogatást. Az ilyen ügyekben is. Rendesek vagytok, és rendesek voltatok, reméljük ez jövőre is így lesz. Egy adásunk van még holnap, az pedig a nagy retro nap lesz, igen, majd. Igen. Nagyon-nagyon várja akkor mi valaki. Négy órát. Mi nem jövünk be holnap, elengedett a főnök, úgyhogy remélem. Ha nincs szerencsétek, és ő elalszik, akkor nem tudom, hogy lesz adás, de majd ezt kitalálja ő maga, úgyhogy ő jön muzsikálni nagyon-nagyon jó dalokkal. Valami milyen szettet hoz? Klubszettet, de hogy egyébként előtte riogatott minket ilyen deep house-os történet. Na, ezek lesznek holnap. Meglátjuk. A mai nap tartogat meglepetéseket, mert ugye ma lesz az ajándékátadás. Néhány héttel ezelőtt mindenki kihúzott egy-egy nevet. Volt, aki örült, volt, aki kevéssé, hogy kinek kell ajándékot vásárolnia. Ezt fogjuk ma majd átadni, és Júli rovata jön még. Lehet már most jelentkezni, természetesen a fekete-fehér igen-nem játékra, és egy dolgot elértünk, hogy nincs a Balázs, hogy nem tudja bedobni, hogy kiviszi el az évet. Ja. Ugye? Mert a több mint 30 hetet mi nyertünk, szerintem Anna már megírta nekünk a pontos adatokat, azt mondja, hogy 33 nyert hetünk van, 3 hét döntetlen és 10 bukott hetünk van. Tehát 10-33-ra vezetünk a hallgatókkal szemben. Ilyenkor szokott az lenne, hogy a Bazsi bedobja azt, hogy na gyerekek, akkor az év ezred játékosa, az univerzum királya, a nem tudom minek a császára, ezt most nem tudja bedobni, és 1-0-ra mi vezetünk. Uh-huh. Tehát ha ma nyerünk, igen, akkor buktátok a hetet, bár holnap még mindig bedobhatja, hogy az simán, utolsó játékkal el lehet vinni a dolgot. Mindegy, jelentkezzetek, az biztos, hogy mi ketten várjuk a kihívókat, bár lehet, hogy addigra Balázs is megérkezik, úgyhogy várjuk a fekete-fehér igen-nemre a játékosokat. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Egy gyönyörű perc múlva lesz 19:30, tegnap Jancsi kikapott. Aha, nem kaptam ki, ugye visszahallgattuk. Az van, hogy amikor kitelepülésükön vagyunk, akkor persze végig szoktuk tolni a játékokat, de ettől függetlenül a játékos mindig megkapja az ajándékcsomagot, tehát kvázi nyer, így is. De tegnap a játékoson kimondta a nemet, amikor rákérdeztem, hogy és tudod, mennyi idősek a gyerekek, vagy valami ilyesmi volt. Hanyadikba jár a gyerek, nem tudom. Igen, vissza kikértük a sólyomszemet, egészen pontosan így szoktuk mondani, és akkor kiderült, hogy a játékos elbukta. Jó, mindegy, a lényeg, hogy 1-0, de jól emlékeztem, onnan is megírta, csak néhány hallgató itten túl pörögte ezt a mai reggel, semmi gond nincsen. Nincs belőle, semmi gond nincsen. Pörögjétek túl nyugodtan a dolgokat, ez az, amit ma tőlünk nem várható. Egy szolid vissza, pont ez az elmúlt, az egy zene alatt is erről ment a palaszkodás, hogy alig bírtuk összeszedni magunkat ma reggelre, a rottyosok. Figyelj, fel kellett feszíteni a szemhéjaimat, fejfájással ébredtem, komolyan, mint hogyha tegnap lett volna, nagyon jól sikerült ilyen összetartás, vagy céges buli.
És így, így ma reggel megérdezett, és figyelj, úristen, hol vagyok? Szörnyű volt, pedig nem történt semmi más, csak bevásároltam. Ákos jön a friss hírekkel, utána pedig jövünk vissza a fekete-fehér, igen, hát nem olyan friss, mint az állat, utána meg a fekete-fehér, igen. Hát ott barát, az barát. Imádlak. Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 48 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Jó reggelt! Hello! Hát gyerekek, megfáradtam kicsit. Na! Reggel kivacsart az év. Jó reggelt a délutánosoknak is. Megjött a délutános műszak, így van, pihenjetek. Viszem én a dolgot. Ébresztett rendesen 4:40-kor az órám, ahogy szokott. Egy határozott mozdulattal rányomtam, megetettem a gyermeket. Pelenkát cseréltem rajta, majd gondoltam, még szorgos apukának 10 perc jár, és 5 óra 50-kor tudtam. Nagyon riadtan ránézni úgy a telefonomra, hogy szemmeggyőződésem volt, hogy egyébként 5 óra 20. Tehát, hogy még úgy van időm. Már hogy? Szorgos apukának még egy 10 perc jár, úgyhogy hasára fordítottad Vikit. Igen, befogtam a fülét. És gondoltam, akkor még egy kicsi, hát mégiscsak 4 óra 40 van, meg hát a fene vigyel, meg nem tudom. Na most ebből a kicsiből az lett, hogy 5:50. De... A rutinos elalvós feelinggel mondtam, hogy elment Bali. Számoltam, és mondtam, hogy nem, ráadásul következő pillanatban megjött Zsül SMS, hogy 55 másodperc a hírek után, és akkor mondtam, hogy na most viszont tényleg. Mi újság, minden oké? Minden rendben van, lesz, amit azt beszélgetünk erről Ferivel, hogy nekem volt tegnap egy ilyen kis röpkebb, igazából nem olyan sok, mert csak így, mit tudom, egy 8 órás folyamatos vásárlásom egyik plázából be a másikba be, aztán otthon a lányom nagyon megértően fogadott, mert azt mondta, hogy na, hát ilyen az élet a plázacicákban, mondom, jó van, akkor baba. Azért a 13 évesen megvan, nem a gyerek? Az jó duma. Igen, hazaértem, tudod, szakad rólam a víz, leszakadnak a karjai. Utolsó pillanatra hagytál mindent, az minden. A baj. Meg kell venni, három napja semmit nem csinálok. Tegnap boroztam este, zenét hallgattam. Megvan minden? Ja, mert a Viki megvette nyilván. Nem. Nem vagyok hajlandó. Beáldozni magad a karácsonynak. És idegeskedni, és sorozatot néztem, befejeztem egy-két sorozatot. Ma este még lehet, hogy kicsit bemegyünk a városba, aztán van egy vacsora a barátaimmal, Gianninál majd, úgyhogy én már kivonultam. Már átadtam magam. Én már átadtam magam az ünnepnek. Ezt éreztük is. Nem, egyszerűen nem szabad, ha az utolsó, utáni pillanatra hagyod, tényleg rá stresszelsz, és akkor mindennek vége. Egy hete meg vagyok. Hátradőltem, és elengedtem. És mondtam, jöjjön, aminek jönnie kell. Minden este iszom. Lehet, ezért arra is aludtam el. Igen, akartam kérdezni, hogy ez is. Bevágtam egy fél liter bort tegnap. Ketten megittunk fél liter bort tegnap. Minden este iszom, de ez egy sokkal mélyebben gyökerező problémának. Igen, sajnos már nem tudok lefeküdni anélkül, hogy ne igyak, de hát ez egy másik történet lenne. Úgyhogy egyszerűen elengedtem a dolgot. Muszáj. Most én már nem vagyok hajlandó plázákba meg rohangálni. Olyan őrület van a város, és akkora káosz, és olyan ember-embernek farkasa, hogy ma csak úgy vagyok hajlandó ebben részt venni, hogy még egy forrad bort valahol a Bazilika környékén erőltetek magamba, aztán átmegyek egy jó vacsorára. Tényleg nem. Az ebédidő tegnap az egyik plázában ért, bementem a büfé szekcióba, nem hiszték el, majdnem állva kellett tennem, úgyhogy hogy egy 6 percen keresztül csak sétálgattam a tálcával, aztán leültem egy asztalhoz, ahol volt egy szabad hely, de az is olyan volt, hogy leültem, és már három ilyen arcot láttam magam körül. Igen, mert ők is le akartak ülni. Nem szabad. Ilyenkor már nem szabad. Iszonyatos mennyiségű ember volt. Mindenhol. Úgy voltam az Alléba konkrétan, lezárták a parkolót, és mint a repülőtéren így terelték az autókat, hogy tovább, tele van a parkoló. Olyan káosz volt, olyan űrület, hogy ez ami elképesztő. Igen, mindenkinek megvan minden? Kész vagytok? Igen. Ne felejtsük el, hogy ugye ma fogunk ajándékozni, már egy picit ezt így előre is vetítettük, már az első megszólalásban. Hánykor következik be ez a fantasztikus? Hát szerintem 8-kor. Már 8 órakor? Egy óra múlva? Te jó, egy óra múlva mindenki boldog lesz. Ja, hogy ide ír az ajándék, amit hozatsz? Nem, az itt van benne már az asztal alatt. De nem téveszem meg senkit a szatyor, meg a szatyron látható világmárkának. Nem, téveszt meg. Nem, azt a papírszatyot valahol találtam. Valahol az én asztalomról vetted el valószínűleg. Átraktad be a te ajándékodat. Semmi hasonló. Nekem még itt van a kocsiban, de én is behozom. Gondoltam, nem a kocsi az? Hát nem szúrnék ki senkivel.
Nem bosszantani, nem bosszantani senkit. Ma reggel megint kiírt valamit a műszerfalam. Persze, nem kell ilyen okos autót venni, állandóan írogat meg, izék, nem kell. Hát, de ez nem egy drága autó. Ez, tehát, úgy, nem azt mondtam, hogy drágát, hogy ilyen túl okos. Hát, most valami baj van a légrugóval. Azt légrugó. A szuszpenzió, hogy az elment belőle a nyomás, azt írja, hogy, hogy a felfüggesztés az, az kicsit leengedett. Így írta ki? Suspension. Suspension. Leengedett a hátsó suspension, úgyhogy majd kicsit véres a torka, de majd elviszem szerelőhöz. Én szeretem ezt az autót. Igaz, hogy annyit költök rá a már. Szerelő is szerették. Szerelő a gyerekek. Szerelő, hát a szerelő. Bahamákra megy belőle. Hát most látnád majd az ajándékokat, meg látnád azokat a boldog arcokat, a szerelő gyerekeinek az arcát, amikor kibondják majd az ajándékokat. Na, köszönjétek meg Balázs bácsinak. És most mindannyian, igen, mondjuk az asztali áldást. A két hetit adott, annak legyen, mert elállt Balázs. Igen, a szerelő gyerekeinek lesz új ajándék. Egy csomó mindent vesznek maguknak. Boldog karácsonyok lesz. Felfutatják a céget. Új neoreklám. Minden. De tényleg, szóval egyébként tényleg mi van a városban, én nem tudom, miért akarják egymást megölni az emberek. Ma reggel is két autósot ölte egymást a lámpánál, ablakleteker, átszór, mondom, emberek. Hát mégiscsak, én értem, hogy nem vagytok családtagok, és mindenki csak a családtagjait szereti karácsonykor, de azért ne öljétek meg egymást, hát karácsony van, ha nincs ebben ennyi. Hazamész, eszel egyet, ajándékozom, mire kettőt pislogsz, vége az egésznek, és az egész három hetes hűhő azért van, hogy az a két nap az rendben legyen, nem? Nem, igazságtalanul van kitalálva. 25-én meg már hülyére zabávot fekszel. Az, nagyon jó. De mondjuk ahogy közelednek az ünnepek, ugye húzódnak ki a listából egyre inkább a különböző tételek. Nálunk már az mondja, hogy akkor csinálsz kekszortát karácsonyra? Nem baj, mindegy, mert két ünnep között csinálsz nekünk. Átjönnek a nővérem, nekik nem kell. Nem, adjad majd két ünnep között. Vagy nekünk sem? Ne, akkor majd januárban csinálsz valamikor. Igen, vagy így próbáljuk meg termetesíteni magunkat. Nem szabad, tényleg nem szabad. Ez túl pörögni. Hogy állunk játékkal? Egy nullára vezetünk? Elég jól állunk, ha holnapi kb. Ma, amikor be fogod dobni majd az univerzum császára. Attól függ, mi lesz, ha ma kikapunk, akkor lehet, hogy bedobjuk. Ha nem kapunk ki, akkor viszont megvan, akkor nincs mit bedobni. Tehát, hogy ez ma a mai játék. Ezt ma fejtegettük még hat után, hogy vajon milyen gondolatokkal érkezel, mert én is ezen izgultam, hogy nem érsz ide, akkor mondjuk ezt ma megnyerjük. Akkor nincs mit bedobni. Erre jött a János, aki ennél sokkal jobban ismert téged, és azt mondta, hogy figyelj csak, ő meg tudja csinálni ezt, hogy holnap a mindent eldöntő döntőjáték következik. Azért jó. Ahhoz ma a hallgatóknak nyerni kéne. Tehát, hogy ma ügyesnek kéne, hogy legyenek. És ma nyerniük kéne. Simán. Mert ha jók és nyernek, akkor holnap van mit föltenni. Ha ma behúzzuk, akkor már megnyertük. El tudom róla képzelni, hogy az elköszibe bedobja. Igen. Holnap retro nap, csak mondjuk drága hallgatók. Holnap már témák nem lesznek. Kicsit beszélgetünk, zenélünk, még többet zenélünk. Viszont brutálisan zenék. Igen, brutálisabb zenék. Lesz egy... Lesz 9 óra után egy pici, ilyen kis retrós, dancesebb klub, himnuszosabb rész is, amikor felcsendülnek majd nagy-nagy régi slágerek, kicsit más műfajból. Úgyhogy jó lesz. Meg hát ismerős dalok is lesznek nyilván, amit minden retro napnál követelnek tőlünk. És már most mondom, hogy ha van ötlet, vagy szeretnétek valamit meghallgatni, vagy még nem szólt nálunk, de örülnétek neki, vagy tényleg azon korszakból származik, amikor ezek a klubhimnuszok, ezek a dancesebb klubhimnuszok nagyon mentek, küldjetek el. Jó, letöltjük, megszerezzük, és holnap bemutatjuk, hogy mi az, amit meghallgatnátok szívesen. Hát nyilván a nagy standardek mellett, így ugye? Van. Tehát, hogy vannak alapművek, amiket azért... Cannibal Corpse, Hammer Smashed Face. Például egy jó kis Cannibal Corpse-et meghallgatnátok, akkor azt... Szóval, hogy... Nem house, ez dance, igen. Szóval, hogy ez ilyen, ez dance műfaj volt, ez nem volt house, az keményebb nem volt. Nem vitatkozott most veled senki, nem tudom, ez a beszélgetés, ez bent a fejedben zajlott. Már megint a hangok a fejemben. Mit csönde vagyok ebben? Igen. Szóval küldjetek el. Jó, hogy mit hallgatnátok szívesen holnap? A nagy óév búcsúztató retro buli lett promója? Nem? De miért? A tegnap fölmondta. Fölmondtam a promót. Elküldted? Basszus, nem áll. Már raktál be dalokat? Láttam, már küldtél listát, már Zsüli szedegeti le. Jól van, na nézzük meg, kivel játszunk, jó? Az év utolsó előtti játéka következik. Megnézzük ki a játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél?
Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, halló, jó reggel. Sziasztok, János vagyok. Szia! János a sziasztok. Hegyről. Hello, sziasztok. János, csak. Honnan hívtál minket? Albert Irsáról. Albert Irsáról. Igen. És kivel szeretné játszani? Ferivel. Nagyon jó választás. Ferivel szeretné játszani. Hello. Indítjuk az órát. Fontos, János. Hogy győznöd kell ma, János. Győznöd nem, kell. Bepróbáljuk. Mert ha nem győzöl, akkor nem kapjátok meg a lehetőséget, hogy ezen a héten esetleg feltegyük az egész évet. Ha nyersz, akkor viszont akkor egy-egy. Holnap egy-egy, és akkor holnap még nagy dolgok történnek. Mehetünk? Mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Emlékszel, hogy voltunk kitelepülésen, Albert Irsán? Emlékszem. Pékségben voltunk, ugye? Úgy van. A Bakó Pékségben. Ott voltál? Sajnos elszaladtottam. Uh-huh. Mit csináltál akkor, emlékszel? Ah, jól tudom, akkor fociztam. Focizol? Csatár? Már elmúlt az idő. Akkor régen volt ilyen. Akarsz kérdezni, János, biztos vagyok benne. Persze. Mikor mentek legközelebb Albert Irsára? Tervbe van véve. Egy jó Albert Irsai látogatás. Van valami? Jó, mert van himnuszunk is. Himnusz? Most már jó. Albert Irsai himnusz? Így van. Él Albert Irsa, így van. Hát most már másik van. Másik? És az melyik? Most egy idősebb úriember énekli. Uh-huh. Ki az? Ha jól tudom. Ismerem? Hát a nevét nem tudom. Ott a vége, de kár érte. Ejj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 j
Zsuzsa és János, nagyon jól játszottál. Ütöttünk. Egészen az 56. másodpercig. Igen. Nagyon jó voltál. Ütöttük, vertük egymást, üztük, volt minden. Majdnem elment. Elment. Majdnem. Elment, ez bizony elment. De kár, hát akkor így viszont nincs tétje a holnapi játéknak. És nem is tudunk az univerzum, a galaxis és a tejútrendszer császárságáért játszani. Egy játékra. Nem vagy fölteszünk egy játékra, egyébként az még lehet. Még van egy variáció. Ja, Isten. János, köszi a játékot. Köszönjük szépen. Köszönöm. Ciao. Szia. Szia. Hello. Hello. Békés, nyugodt, kegyelemmel te. Kegyelemmel meghitt, áldott kegyelemmel. A szíveteket az... mindenképpen öltöztessétek virágokba. Így van, ezt kívánjuk mindenkinek. Na, drágány, vagy hát akkor azt mondja, hogy hírezünk egy picit, jó? Ákos elmondja a legfrissebbeket, nyilván történt egy-két dolog, aztán jövünk vissza a hírek után. Ákos! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. A hét utolsó előtti munkanapján, hát belevezetünk benneteket a karácsonyba, tényleg nem lehet okotok panaszra, mert végig itt vagyunk veletek, és fogjuk a kezeteket, és hát még erőt nyújtunk azoknak, akik még mindig dolgoznak, és én nem láttam kevesebb autót az úton, annak ellenére, hogy mindenkit alasztalom, hogy mi már nem, meg igen, már pihenünk, meg már csak 10-re megyek, meg nem dolgozom, ahhoz képest rengeteg autó volt az úton. Lehet, hogy ők nem dolgozni mennek, csak rövidre zárják a bevásárlást. Ilyen hétkor elindulsz. Hétkor elindul, igen, 9-re ott vagy a nyitás, a 10-kor már kezedbe van a fritőz, meg a mikro, meg a hűtő, meg a papucs, meg meg a 4 cég közül 3. Igen. Zseniális beszélgetéseket kapni el egyébként ilyenkor. Tegnap voltam egy olyan kis sebben, hát nem Interspár, kimondhatom mindegy, szóval nem nagy bevásárlóközpont, és az Interspárnak ugyan megcsinálni, közben vannak még ilyen kis boltok, egy ajándékbolt, aha, egy könyvesbolt, de csak így beugrasztod egy kenyérért, tehát semmi extra. És a beszélgetések végig arról szólnak, hogy azt látod, hogy stresszelő emberek telefonálva utasítják a vonal másik végén lévő embert, hogy mondjad, na, hogy mit kell venne. Kedvencem, a jövök, megyek be az Interspárba, benni, mert be kell venni ilyen gluténmentes cuccokat venni, tök mélyen bemegyünk, toljuk a kosarat, jön velem szemben, hogy mondjam már, hányos lába van, mondjon már meg, nem tudom, hányos lába van. Hányos lába van? Láttad, hogy ugye nyilván nem tudja, nem a saját gyereke, valakinek meg kell venni egy ajándékcipőt, sportcipőt, minden. Hányos lába van? És figyelj, ekkora volt, hogy mondom, úristen. Egész nem ér ennyit mondjuk, ugye? Jézus atya, úristen, hogy itt hogy mik történnek, és ez volt, aztán bement, nem tudom, hogy azóta kijöttem, vagy hogy mi történt, de... Hányos mindig ott hányos lába van, nem, most az van, hogy ma megy vissza, mert kiderült, hogy egy száma kisebbet vett.
A stressz. Hát, mert tudod, hogy egyszer van nagy volt, hiszen belenő. Ja, de akkor kicsi, belenő. Akkor már ide, akkor belenő. Nem, egyszer van kisövetőt, és ma megy vissza kicserélni. Igen. Szóval zseniás, zseniás, hogy csak ilyen beszélgetések vannak. Az emberek szemében a pánik, az elveszettség, és a és hát az, hogy két nap múlva itt a karácsony. És ha bármit vesztek, próbáljátok ki. Nem illik már boldog karácsony kívánni a boltban. De ha veszel valamit, és utána azt mondod, hogy köszönöm szépen, boldog karácsony. És így nem tudja feldolgozni a pénztáros. Már annyit hallottam már, szerintem tényleg? Már unja. Unja? Lehet. Szerintem én, mindig azt, vettem észre az arcukon, hogy mit tetszik mondani. Hát mondom, boldog karácsony. Szegények már rettenetesen bele lehetnek fásulva. Már most. Szerintem nem köszönöm. Bementem egy játékboltba, és fizettem, és pénztáros lány, már így azért már záróra környékén voltunk, és így végignéztem, és majdnem mondtam neki, hogy részvétem, mert annyira látszott rajta, hogy teljesen kész volt szegény. Én nem tudom, miért akarja az ember ennyire tökéletesen ezt az ünnepet. Semmik más ünnepet nem akarod ennyire. Tökéletesen, nem? Hát nem, ez pont arról szól, hogy a család minden ott legyen, minden működjön, minden rendben legyen, se a húsvét, se egy szület, se semmi nem szól arról, mint a karácsony, hogy ennyire tökéletesen akarod ezt az egészet. Na, azt mondja, M1-esen 139-140-es kilométer Mosoly Bécs felé, köszönjük. Méghozzá felüljáróról ír egy másik hallgatónk, nagy a köd, nehéz észrevenni. A Bécs felé haladókra vadászik a szerv az M6-os bátaszéki pihenőjéből. Széna a WC papír árus, jó pihenést kíván nekünk, köszönjük szépen, neked is drága vagy, köszönjük. Azt mondja, hogy a holnapi retro napra jönnek a tippek, ne csak magyart, külföldet is küldjetek nyugodtan, hogy mi az, amit meghallgatnátok szívesen, jó? Mert hogy holnap már csak zenélünk, és retro napunk lesz. Azért látom, hogy kevesebben vannak úton, sokkal kevesebb a közlekedés. Sokkal kevesebb a közlekedés. Azt írja Jani, fel nem merjétek tenni, egész évben nektek szurkoltam. Igazán rendes vagy. Van, jó, van hallgató, aki nem a hallgatókkal van, hanem a műsorvezetőknek szurkol. Ez is milyen jó. Igen. Szóval... Szóval mindenki nyugodjon meg, tényleg most már nem sokára karácsony, és arra gondoltok, hogy úgyis elmegy két nap alatt, nem éri meg agysejteket elpusztítani, meg stresszelni, mert tényleg olyan hamar elmegy, hogy vége van. A Jakubcsekről beszélj már egy mondatot, mert annyira nagyon sajnálom, és annyira szeretem, és annyira méltatlanak tartom, hogy elbántak vele, hogy érezze azt, hogy kiállunk mellette, és szerintem az egész szakma, és mindenki, aki tévében, rádióban dolgozik, az mellette van, mert így elbánni valakivel az egész egyszerűen könyörtelen. És nagyon sok mindent nem értek én egyébként, háttérben van egy csomó infóm, hogy mi folyik ott, De mégis rettenetesen furcsa ez az egész dolog. Ugye, ha valaki nem hallotta volna, hogy Jakubcsek Gabit ugye kirúgták a közmédiától, mert hogy 130 munkatársával közlik a közmédia napokban, hogy január 1-től nem tartanak igényt a munkájára. És ez is megérne egyébként egy misét, hogy így karácsony előtt közvetlenül. Hogy ezt miért van most? Ja. Nem lehet február 1-től kirúgni embereket? Uh-huh. Hát, az már ott mindegy, vagy érted? A rózsás, meg a papír munka. Értem én, hogy a... új év, és akkor január 1-től majd megújulunk azzal, hogy kirunk a 130 ember, de meg 130 ember egy havi fizetése, az rengeteg pénz, én ezt is megértem. Hát igen. 20-án közlöd vele, hogy nem kell jönni többet. Abszolút kegyetlen, de hogy ha a 20-án közlöd valakivel, még azt is közölheted. Ugye a közlés miensége az, ami nem mindegy. Mert hogy sajnos igen, hát egy ilyen világban élünk, ahol naponta rúgnak ki nagyon sok embert. Ugye hétfő délben közölték velem, hogy kirúgják a belső munkatársi állományból. Most még gyanakszom valamire, ami lehet, hogy megtörténik, majd elmondom, hogy itt mi lehet. Viszont ami elképesztő, hogy ő pont két felvétel között volt, mert hogy forgatták a Ridikült, és az első adás után ő készhez kapta a felmondását. Állítólag azonnal ott hagyta a forgatást, taxiba ült és hazament. És a keddi forgatáson vették volna föl egyébként az 500. adást, ahova nyilván nem fog bemenni, miután ilyen méltatlanul, ilyen szemétmódon, ilyen lelketlenül kirúgták. Tehát tényleg, mi folyik ott a közmédián állt? Eleve nagyon kevés arcuk van. Eleve baromi kevés az a műsor, amit néznek, és aminek a nézettsége nincs a béka feneke alatt. Az egész köztévé úgy szar, ahogy van. De tényleg, nem? Ja, tehát komolyan mondom, a sportműsoraik értékesek, a Szújó nagyon jól csinálja, de 3-4 arcon kívül nem tudsz ott igazán behatárolható arcokat mondani. A Gundin kívül, a Szújon kívül, a Jakubcseken kívül, nem? Tehát most nagyon kellene kattognod még, hogy kiket mondasz, nyilván a sportkommentátorok közül még van egy-kettő, de hát ők jönnek, mennek, nem tudod, hogy éppen melyik csatornánál vannak. Tehát a Jakubcsek hihetetlenül régóta a pályán van, profi, szeretik,
jó nézettséget szállított az ő műsora, ami fontos, brand volt, és a Magyar TV ritkán... Meg ez a majdnem 500 adás, ez jelzi, hogy azért itt hogy ne? Olyan műsorról beszélünk, amit az emberek szerettek. Szerették, nézték, és barom jó műsor volt egyébként, tényleg. Oda kapcsoltad, megnézted, ilyen nők beszélgettek női dolgokról, és meghívtak egy férfi vendéget. És állítólag hármat forgattak volna, de ő már az első adás után megkapta ezt a levelet. Tehát kérdezem én, ha így, akkor miért így? Miért így? Miért nem várják meg, amíg fölveszi az 500-at? Vagy miért nem várják meg a januárt? Vagy miért nem hívják be és teszik meg ezt nem forgatásnál? Hát ez annyira lelketlen, amikor hát forgat. Hát lelketlen, meg egyébként a profizmushoz semmiféle köze nincsen. Tehát semmilyen szempontból nem lehet aláírni egy ilyen döntést, a döntésnek az ilyen közlési formát. Mert hogyha, ne nézzük az emberséget. Akkor nézzük csak a profizmust. Te tényleg oda mész egy műsorvezetőhöz, és elmondod neki, miközben egy-két mandás még fel kell aznak vennie, hogy vége. Hogy de vége mire van? Számítottak? Hogy... Figyelj, hogy ő fölveszi a többit? Vajon? Igen. Aki közölte a döntést, igen, az mire számít? És hogy jó kedvűen, és úgy, ahogy az elsőt, igen, vette fel, úgy fogja, igen, meg a második, meg a harmadikat? Nincs munkád? Jó, de menjél vissza, vedd fel a többit, erre számítottak? Oké, bocs, értem, igen, de még van 10 percem, megyek, készül, akkor a következő adás nyilván. Elképesztő, tehát, hogy elképesztő az, ami ott történik tényleg, és ezzel nem tudja az ember felfogni, hogy miért történik ez. Jó, hiteles, szeretik, régi arc, okay, profi. És azon kívül, hogy profi, azon kívül valamilyen, nem? És képvisel valamit, és baromi jó abban, amit ő csinál. És hogy így rúgják ki, és így hálálják meg azt, hogy ő ott dolgozott, az emberség minimális jele nélkül, ez egész egyszerűen felfoghatatlan. Felfoghatatlan. Van egy olyan sejtésem, hogy egy hétfő reggeli értekezlet történt a vezetőségben, ahol berongyolt egyszer csak a könyvelésről valaki, és azt mondta, hogy gyerekek, szarul állunk pénzügyileg, amit tudjuk, hogy nem lehet, mert hát van onnan csorogjon a lóvé, és ott, igen, szerintem reggel... 75-80 milliárdból nájának már csak, annyira rosszul. Jó, az éves költségvetésüket nézve. De azt mondta valaki, hogy gyerekek, nem tudok jutalmat adni a vezetőségnek, és azt mondta, hát akkor figyelj, szüntessünk meg műsort. Ki az, aki most bent van és dolgozik? Jakubcsek, küldjétek már föl, ki van rúgva. A többiek szabadságon figyelj, vannak. Én simán kinézem belőlük. Simán kinézem, persze, hogy ez tegnap reggel született meg, figyelj, ez a döntés. De tényleg elképesztő. Tehát, hogy és ha már kiteszik a szűrét, tényleg, akkor nem lehetne ezt az egészet úgy becsomagolni egy cukormázba, vagy hát valami. Cukormázba vagy nehéz, vagy azért, valami, igen. De nem, de tudod, tehát, hogy oda lehet menni, tehát azt lehet neki mondani, hogy gyere be, megköszönjük, elbúcsúzunk, természetesen az 500, és nagyon köszönjük, és nagyon hálásak vagyunk, de sajnos, tehát, hogy legalább próbálják már meg azt a látszatot kelteni, hogy megbecsülték valamilyen szinten. Igen, ráadásul ott volt ugye a Magyarország szeretlek, az is, hogy 6-700 ezeren nézték, ami azért a köztévénél egy nagyon-nagyon jó számnak számít, hát a köztévé gyerekek, tényleg komolyan mondom, tehát a kötelezően kiadott pártkatonákon kívül azért, akiknek kötelező nézni, és csak az mert, és nem kapcsolatnak sehova, azért nagyon-nagyon nem nézik. Leszámítva mondjuk tényleg egy sporteseményt, aminek nagyon jó a nézettsége. Tehát mit tudom én, egy Forma 1 azért azt nagyon-nagyon szeretik, vagy ha valamilyen sport közvetítés van, de ha most kimennénk az utcára, és azt mondanánk az utcán járkálóknak, hogy mondjál 5 darab köztévés műsort, és nevezd meg a műsorvezetőt, vagy csak mondd el, hogy ez mikor megy és miről szól, nem majd tudnának majd az emberek mit mondani. És 70-80 milliárd közpénzből nem csinál semmit. Ugye? Bizony, tehát neki nem kell azon semmit gondolkoznia, hogy lesz-e nézettség, hogy el tudod-e adni a műsort. És akkor így, ilyen méltatlanul így rúgják ki. Hát ez egyszerűen felfoghatatlan tényleg, hogy annyira prostó tempó, hogy az valami elképesztő. Az, hogy behívják, elmondják, megköszönik, aztán is figyelj, vedd föl, utána vége, vagy ne vedd föl, de ne, és ráadásul a vendégek előtt, érted? Igen. Tehát, hogy úgy, hogy ott vannak a vendégeid, hogy te forgatsz, hogy kiszolgáltatott vagy, hogy ott vagy agyban, így kirúgnak, ez tényleg mindennek az alja. De tényleg az. Mindennek az alja. És figyelj, ez elképesztő. Akár előfordulhat az is, simán, tehát abszolút megtörténhet ott, hogy egy fél év múlva rácsörögnek, mintha mi sem történt volna, hogy... Na Gabikám, mikor jössz forgatni? Ugye azt tudom még elképzelni egyébként, ez hogy azt tudom elképzelni, hogy ugye belsős volt. A belsős az azt jelenti véleményem szerint, hogy ő állományban volt egy havi fix fizetés, és ezért kellett neki bizonyos műsorokat forgatni, tehát kvázi ő nem kapott pénzt a műsorokért, hanem volt egy állandó fizetése belsős volt. Most az még megtörténhet, de hát akkor is nagyon rossz a kommunikáció, hogy őt kirúgták belsős állományból, és a begyártó cég, aki gyártja a műsort, az fölveszi saját magához, szoktak ilyet csinálni, és a begyártó cég beleírja a költségvetésbe, hogy én begyártom nektek a Ridikül, de abban benne van már a műsorvezető bére, és egy kicsit drágában gyártok, viszont akkor én fizetem a műsorvezetőt, nem nálatok van állományban, hanem a begyártó céggel szerződik
és így mi kész produkcióként gyártjuk be nektek a műsort. Hát de erről csak szóltak volna Gabinak, nem? De hát erről valószínűleg szóltak volna, így van, mert ha úgy rúgták ki, hogy utána ő nem, ugye nem tudta fölvenni az 500-at, és nem megy tovább a dolog, hát azért az egy nagyon csúnya dolog lenne, ha januártól menne tovább, csak aztán, hogy nem vagy belső, hanem külső, és meg azt most kéne vele közölni, hogy figyelj, nem rugunk ki, csak állományból kiveszünk, nem kapsz havi fixet, viszont ha dolgozol, akkor az a begyártó cég, ahol te dolgozol, az megfizeti azt a műsort, amit te felvettél. Ilyet szoktak csinálni, ilyen szerződések vannak. Csak akkor ezt mondják el, hogy csak figyelj, akkor Gabi, ezt mondják el, hogy most állományod megszűnik, de ugyanúgy számítunk rá. Továbbra is megy tovább a ridikül, de most már. De már a külsős begyártó cég fog téged. Ők kirúgják, azért ez így nem ugyanaz. Igen. Szóval. Meg hát mondjuk a Gabinak a reakció sem olyan volt, mintha erről nem, lenne szó. Szóval nagyon sajnálom, és nagyon vele vagyunk tényleg, és nagyon sajnáljuk, és most rácsörgött az Anna, mert ők nagyon jobban vannak, mint itt dolgoztatok együtt, meg szeretitek, és egymást nyilván ki van kapcsolva. Úgyhogy, hát nagyon. És tényleg így, hogy hazamész, és karácsony előtt. De ne is legyünk naívak. Egy ekkora szervezet. Ja, nem, és kellemes ünnepeket! Nem mondhatja azt, hogy tekintettel vagyok arra, hogy akkor ne legyen tekintettel. Én még nem is vagyok ilyen álnaív, hogy akkor most, most akkor karácsony, várjuk meg, rúgják ki. De akkor adják meg azt a minimális emberséget, tényleg, hogy úgy rúgják ki, ahogy ő egyébként megérdemli, és ha másért nem, csak azért, mert fölvet nekik 500 műsort, és ne nézzük az elmúlt 10-20 évet. Amit ő egyébként végig dolgozott, fölépített, brandé vált, beletett mindent, és jó műsor csinált a köztévének. Erre majd tudod, mit mondanak, ki is lett fizetve. Igen, hát, igen, és milyen műsorok lesznek helyette, és ki lesz helyette egyébként, és mi lesz, és mi történik egyébként a köztévén azon kívül, hogy széles nagy nyelvcsapásokkal éppen kinek a fenekét nyalják, érted? Szóval azon kívül mit tud a köztévé felmutatni? A nagy büdös semmit. De tényleg, nulla, nézhetetlen műsorokkal, nézhetetlen produkciókkal. Tisztelet a nagyon kevés kivételnek. Mert hogy van egy-kettő. Van egy-kettő nyilván. Van egy-kettő, van egy-két értékes dolog a köztévén, és van egy-két jó. Igen, persze, nem mindenki rég az, amit mondok, de nagy részt azért totálisan nulla nézettséget szállítanak a 70-80 milliárdból. Ami nyilván nem csak a tévére megy el, hanem az az egész. Ugye abban benne van egy csomó, mint az MTV, mennyi sok jó rádió, csatorna van. Mennyi sok jó csatorna, van. Így van. Szóval, hogy nagyon sajnáljuk. És nagyon sajnáljuk a dolgozóikkal. Tényleg. És igen. Hogy nem csak tehát, hogy emberség és profizmus kb. Így kellene egyébként optimális körülmények között, de hogy egyik sem a kettő közül. Igen. És az a baj, hogy még mindig ebben a rohadt nagy ilyen kultúrsznob, ilyen hülye küldetés tudatban szenvednek, hogy majd attól közvetítek értéket, meg attól vagyok én jó, hogy rohadt unalmas, senki által nem nézett, dögunalmas, agyonhallgatott, nullán bepromózott, rossz, nézhetetlen műsorokat gyártanak, mert fogják a fejüket a lila ködbe, és azt mondják, hogy közszolgálat, mi most a közszolgáljuk, értékelhetetlen, nézhetetlen, brandileg, leírhatatlan, unalmas, fos, rossz műsorokkal. Nem? 80 milliárd forint. Így van. Ezt csinálja. Pedig a világon van azért olyan köztévé, és közben amit a közszolgálatában, közben úgy bánik dolgozókkal, és úgy válik meg dolgozóktól, azt, hogy figyelj, fölvetted volna az 500-at, ki vagy rúgva, rohadjál meg, üljél taxiba, menjél haza, azt mondd el a gyerekeidnek karácsony előtt, hogy ilyen szépen rúgtunk. Ez a nagy közszolgálat. Nem? Ezt köszönhetjük mi a közszolgálatnak. Varga Győző lett gyönyörű. Volna az hát egy, gyönyörű. A Milligyes Varga Győző lett volna a következő műsorban a vendég. Láttam egy posztját a Facebookon, hogy ugye az elsőt leforgatták, Gabit fölhívták, és ők már ott voltak. És akkor csak annyit szóltak nekik, hogy hát nincs műsorvezető. És ott ültek a vendégek, és ők maguk se értették az egészet. Hát aztán nyilván hazament, mindenki nem volt felvétel. Igen. Hogy ezt megcsinálni, gyerekek, így. Igen, de amikor csúsztatni kell, amikor hazudni az kell, amikor más kell mondani, mint a valóság, amikor az megy. Kemény. Ugye? Azt nagyon tudják, de amikor valakivel emberségesen kéne bánni, azt nem. Úgyhogy nagyon, nagyon szomorú. És tudom egyébként, hogy ez nem csak náluk történik. Tehát ez sajnos a nagy magyar valóság, hogy így bánnak el egyébként mindenkivel, vagy sok munkahelyen, sokféleképpen. Mi most nyilván ezt azért emeljük ki, mert Gabit kedveljük, szeretjük, és hát ugye ismert emberről van szó, tehát hogy nagyon sok embertől válnak így el, de hát nem tudja az ember mindegyiket megemlíteni, de hogy ez egy általános kórkép Magyarországon. Hogy el lehet valakitől így is válni, meg el lehet valakitől úgy is válni. Így is elmondani rossz. Egy mondatot, behívni, leülni, és emberséget nem mutatni, csak színlelni, az is egy megoldás, hogy ne haragudj, ez történt, így van, vége van, sajnáljuk, köszönjük szépen. Már az a dolognak más a fekvése.
Hát hol van ez? Nem? Hát persze, hát a kommunikáció az elég. Percet szánni valaki. Elég. Talán. Aki fölvett egyébként 500 műsort. Tehát az eszembe és jár, nem rombolsz le vele minden hidat, tehát hogy tudtok még majd egymás szemében nézni, tényleg fel lehet emelni a kagylót, ha fél év múlva mondjuk egy új vezető, vagy egy új vezetőség, vagy egy új programigazgató azt mondja, hogy mégis szükségünk van erre az emberre. Tehát, hogy ezt úgy lehet ezt az egészet elintézni, hogy igazából senki nem sérül benne. De hát ő biztos elviszi valamelyik kereskedelmi csatorna, én legalábbis szívesen nézem a Gabit. Szeretem, jónak tartom, hiteles, és biztos valahol elmegy, nem? Hát szurkolunk. Viaszalt, RTL, TV2, nem tudom, valaki csak felszippantja, nem? Hát a TV2-höz álmoskodj. Hát fél se tudja, hogy ezért ott milyen összefonódások vannak. Igen, tehát, hogy nem, figyelj azért, most így van. TV2 ugye, meg ott azért mondjuk, ha Andy Vajna kerül. Az igaz. Andy Vajna kerül mondjuk birtokon belülre. Nem tudom, hogy ott most éppen mi történik. Ki vezeti azt a tévét? Vagy ki van ott? Vagy mi történik? Nem szakemberek. Nem tudom, de mondjuk képzeljük el, hogy esetleg hát azért oda mondjuk átkerül. Hát egy csomó olyan műsor van, ami mondjuk neki jól állna. Jakub Cseke egy ilyen beszélgetős este 10 órakor kezdődő műsort, ami nem late night, csak egy ilyen laza beszélgetős műsor, én nagyon szívesen megnéznék. A köztévé meg a TV2 nem zárja ki egymást. Még ha most jelen pillanatban vannak is átfedések, ugye? Vannak ott remek szakemberek. De á. Szent István. Nagyon látjuk, nagyon sajnálom. Tényleg nagyon sajnálom. És akkor mi lesz a Csiszárék műsorával? A Szeretlek Magyarországa, mert ott hát az Csiszár és a Jakub csak csinált, igen. Hát az jó nézettséget szállított az a műsor, és egyébként szeretik, és teszem hozzá, az maga műfajában az nem volt egy rossz műsor. Az egy nézhető, szórakoztató műsor volt. A aki Jenny szereti az ilyen típusú műsorokat. Most a Duna TV-nek valami főnöke, ha én jól tudom, azt nem is a Szeretlek Magyarországban még van. A Jenő volt, hogyne? Azt együtt csinálták, igen. És ez egy tök helyes műsor volt. És akkor most a Gabi ott sincs, de a Jenő marad, vagy a többiek maradnak, vagy ez a műsor marad, nem tudom. Enta. Igen. Hát gyerekek, így kívánok köztévé mindenkinek boldog karácsonyt, nem? Boldog békés. Boldog békés karácsony. Így van, nyaljátok a kormánysegét. 7:30 pontosan jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan, 39 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mit láttál? Bódi Szilvi szörfözik, kérlek szépen, már nem vetkőzik, ugye? Igen. A híres modell, és most éppen, ja Isten, de megható ez a kép, már most éppen Hawaii-on nyomja a szörfözik. Aha, hát ő folyamatosan. Mindig brutális helyeken van, elképesztő helyekről jelentkezik benne, néha az Instagram, meg a Facebookon így lehet látni, hogy éppen milyen képeket posztol. Vannak szponzorai, akik lehetővé teszik ezt neki, és akkor így a világ minden táján. Ez egy hónap következő kérdésem, de... Szörfözget. Elképesztő, nagyon durva, fotókat rak föl, és nem csak azért, mert hogy jól néz ki még mindig nagyon, hanem azért is, mert fantasztikus tájakon jár. Itt most videózás van, és pazarul csinálja a dolgot egyébként. És nem a szörfözést, igen. Ja, azt akartam én is mondani. Nem ügyetlen. Csak a szörfezésről van információ, hogy abban ügyes. Na igen. Láttátok a világ szépe választást? Jaj, Istenem! Istenem, szegény. Én nagyon kedvelem, én nagyon sajnálom ezt a műsorvezetőt, de nagyon helyes volt, ő csinálta, ő nagyon sok amerikai műsort csinál egyébként, ő egy tévés műsorvezető, és kiváló. Hát... És ő retteltesen nagyot hibázott, de nem tehet róla, szerintem rosszul mondták a fülére az információkat, hogy... Szegény. Ő már azt hitte, hogy ugye történt a következő, hogy ott állt a kolumbiai csaj, Miss Columbia, és elmondták, hogy hát megkapta ugye a díjat. Köszönj. És egy perc múlva megérkezett a műsorvezető, és elmondta, hogy bocsánat, Steve Harvey, egyébként aki nagyon helyes pali, és nagyon kiváló humorista, és műsorvezető, elmondta, hogy ő hibázott, de hogy országvilág előtt ezt így azonnal beismerte még ott élőadásban, amit azért így elég sokan néznek, levették a kolumbiai lány fejéről a koronát, és átrakták a Fülöp-szigeteki lány fejére. Most képzeld el azt a csajt. Nagyon súlyos. Hogy mit élt át az, aki elvesztette, de aztán megnyerte, de ez még a jobbik. De akinek a fejére fölrakják a koronát, és utána hát azt mondták, hogy bocsánat, van egy kis gond, tudod, és ott már összeszorul a szíved. Szép hát, vagy, de... Nagyon szép vagy, de hogy te vagy az első udvarhölgy, rosszul mondtam, nem te nyertél.
mert először az udvarhölgyet kellett volna mondani. Ez csak egy dolog, tehát ő is nagyon kellemetlen helyzetbe került, de a kolumbiai lány, akinek a fejében már abban a pillanatban minden megtörtént. Igen, és megkaptam a nyereményt, és turné, és karrier, és mindenhova megyek, és igen, és én vagyok, és úristen, mennyit vártam erre a pillanatra, és tényleg fenn vagyok a csúcson, és jön az első udvarhölgy, és akkor majd a Fülöp-szigeteki lány lesz a győző. És méltósággal tűrte egyébként, hogy láttátok a felvételt, láttátok azon a nagyon lányon, a kolumbiai lányon, hogy azért tartotta magát. Hát nem, most mit csinálsz? Sírva kirohansz? Nem. Na jó, elmentek ti. Nagyon nem tudom, hogy de nagyon szépen nagyon szépen viselte ő ezt, igen, hogy levették a fejét a koronájáról, bejött szerintem a tavalyi győztes, mondta, hogy scusi, leemelte a koronát, és átemelte a másik lányra. És mindez ugye brutális nézettséggel, hihetetlenül nagy stadionban forgatták az egészet. Én láttam hát olyan képeket, láttuk, hogy olyan tévéműsort csináltak belőle, hogy elképesztő, de hát tényleg egy ilyen aréna szintű stúdiót kell elképzelni. És talán pont a Las Vegasban történt a dolog, hát azért az nagyon nem tűnik föl az, hogy van, hogy egy királynőhöz két udvarnő tartozik, mióta van szépségkirálynő választás. Érted? Azóta van hozzá két udvarhölgy, egy első meg egy második, hogy ez nem tűnt fel senkinek, hogy még csak egy van. Érted? Hát egy van, ott jön a szépségkirálynő, nem, hát van két udvar. Tehát, hogy én nem nagyon értem, hogy azért ez hol csúszhat el. Hát, picit már levezettek. Ha végre. Végre, na, még egy utolsó, adj egy nagyot. Istenem, ez már a 20. világ szép válasz. De jó, hogy vége a műsornak. Hát, fiam, már vár a feleség. Oké, hirdessük, menjünk haza. Igen, és ő ugye az első udvarhölgyet, vagyis a második legszebbet tette meg győztesnek. De a sorrend az úgy lett volna, hogy még utána jön a királynő, és elmondta, hogy aki győzött. De, és már szerintem a kihirdetés pillanatában üvöltettek a fülére, hogy és hölgyeim és uraim, a Miss nem tudom, Universe, Miss nem tudom, ilyenek a győztes, és valószínűleg vagy nem volt kapcsolata a stúdióval, vagy nem használ fülest, és nem irányította. Csak ő elnézte a borítékot. Egy hasonló szituációban. És az Oscar-díj győztes, Tom Hanks! És odaadják neki a díjat, és akkor nevezést, bocsánat, Sean Penn, csak rosszul. Igen, ha, de csak Hanks, jelölt voltál. Már vicc, ad vissza azt a rohadt díjat, gyere már, vegyük már tőle. Ez ekkora lett volna, egy ilyen küzdés van tényleg, szegény kolumbiai kislányja. És levették a fejéről, és átadták. Hát, nagyon kemény. Tudott örülni az új nyertes? Tehát az tudott, igazi, nagyon, rendesen, nagyon. Persze. Hát először látszott rajta, hogy el sem hiszi. Tehát, hogy így picit így ilyen zavartan így körbenézett, hogy mi van, hát már ő is ugye elkönyvelte, hogy itt van a kolumbiai lány, meg, de hogy azért persze, tapsolok udvariasan, igen. És én nem tudom, a Fülöp-szigeteki láttam, hogy nem érti, nem tudom, hogy ő mennyire beszélt angolul. Én megnéztem ezt a videót, a Fülöp-szigeteki a tavalyi lányt kérdezi, hogy mi történik, hogy mondja el neki. Aha. Lehet, a kolumbiai beszélt, és ő értette, hogy ő akkor már csak második, de a Fülöp-szigeteknek látszik az arca, hogy nem tudja, hogy mi történik. És folyamatosan kérdezgeti a csajt, aki ott áll mellette, hogy mondja már el neki, hogy most mi az Isten van, hogy az ő fejére megy a korona. Nagyon durva a jelenet egyébként, tényleg. Mert hogy nem beszél angolul. És nem érti, hogy a műsorvezető elkezdi mondani, hogy bocsánat, van egy kis tévedés, de azért az meg, amikor vissza kell jönnöd. Néznek mondjuk 1 milliárdan, ott vannak a Las Vegasban, nem tudom, valahol, valamilyen stadionban, érted, még mondjuk 40 000, és azt kell mondani, hogy elrontottam. De a pari kijött, és azt mondta, hogy elnézést kérek, én hibáztam, az én hibám volt. Majd bemutatta a borítékot is, hogy itt van, nézzék meg. Tehát, hogy így mutogatott rá a borítékra, hogy látják, hogy elrontottam, be kell vállalni. A Fülöp-szigeteken már legyintettek, már amikor megkapta a kolumbiai lányok, akkor jó, mentünk lefeküdni, aludni. Igen, szedd össze a mosatlanokat, aztán menjünk mosogatni, és a kézért, na, hello, anyjuk, hát mégis mi nyertünk. Hát ilyenkor jönne jól egyébként tényleg szerintem egy főállású vigasztaló ember, például én, aki bemenne és aztán megvigasztaná a kolumbiai lányt. Igen, az, hogy ő nem tudná a zsebelkasodra hajtani a fejét, viszont fordítva, igen? Hát igen. Hadd vigasztaljál. Neked volt ilyen klasszikus nagy elcseszés? Én rettegek mindig. Nyilván a legjobb, hogy én mindig rettegek, most ezt a Dirty Led. Nem, én a Dirty Led-et is 4-szer néztem meg a borítékot. Megnéztem, hogy nincs benne másik név, figyelj, és még amikor mondtam, és még utána még egyszer lecsakoltam magam, hogy a lapokat. Lecsakoltam, hogy jól mondtam-e. Pillanat. Minden műsorvezető rémálma. Az biztos. Tehát én direkt kérdeztem, hogy amikor én belenézek a borítékba, látszunk, de utána ugye minket mutatnak-e, vagy pásztázzák a közönséget, és mondta Gyuri a rendező, hogy nem, a közönséget. Én még 4-szer megnéztem, jól olvastam, biztos, nincs mögötte semmi, biztos? Nem kettőt tettek be? Nálad is ez, hogy valamit rosszul mondjak, véletlenül.
embertelen baki, hogy utána be kell jönni, és azt mondja, örülnek, és azt mondja, ájjájáj, töltsétek újra a rakétákat, tegyetek újra a tűzre. Igen. Intézzétek a igaz díjat. Söpörjétek össze a konfetti, töltsétek vissza a gépben, még egyszer eredményét betünk. Szóval nem, én háromszor megnéztem most szombaton. Jobb porpot, még egyszer. Jobb porpot, gyerekek, szóltak így most. Úgy van valamit. Na most a rakjóra picsosom, de lesz bármit. Elindult már, mert vizelre jött, és két órával jobb kint kell lenni, mert olyan tömeg van, de hozzátok vissza, hogy énekeljen valamit a rohadt életben, mert elnéztem. Szóval én mondom, háromszor megnéztem a borítékot most hétvégén is, hogy biztos tudod. És az a pillanat, amikor megnézed, berakod és elfelejted. Újra megnézed. Biztos? Jól emlékszem? Lehet, mi van, megváltozott? Még egyszer megnéztem, tudod, mert ugye úgy van, hogy megnézed, le, és utána pásztázzák a közönséget, és a rendező szól a füledre, vagy a főszerkő, hogy most mondhatod. Tehát megvan elég hatás, mérik az időt, mint amit végigmutattak mindenkit. Mond, addig a dombjó, ez az szerinted is jól olvasod? Igen? Te is mondtad, ugye? Olvasod, ami? Ugye? Olvasod, te is mondd ki, hangosabb. Nem vagy diszlexiás, ugye? Nézem a szádat. Te is kimondtad, jó? Írjuk a tenyerünkre. Ha te is ugyanazt írod, amit én, akkor közösen látunk a borítékban. Egyszerre mutassuk el. Oké. Igen, szóval ez ilyen. Viszont, gyerekek, viszont azért mondjuk meg, hogy jövőre, meg jövő után mindenki tudni fogja, hogy ki volt a kolumbiai csaj. Hát ki a fene emlékszik a tavalyi második helyre? Senki. De most komolyan mondom. Senki. Igen, ki tudja, hogy tavaly ki lett a második? Fogalmad nincs. A kolumbiai csajt legalább most megjegyzed. Tehát legalább ennyi előnye van, hogy hárommal több autót kap, meg szponzort kap, meg nem tudom, meg kiemelték az udvarhölgyi nesze semmi fog meg jól kategóriából. Ez a te is nagyon szép vagy, de nem nyertél semmit, ezért vagy udvarhölgy, ugye? Hát a semmi értelme. Uh-huh. Plusz egy szponzor, vagy nem tudom, vagy kapsz egy, nem tudom, mit, egy női borotva készletet, mit kapsz? Lehet a Pepsi vagy a Coca megtalálja, vagy autóra. Mazda 323-as, nem tudom. Igen, de így a kolumbiai lányra egyébként mindenki emlékezni fog. Melyik a szebb? Most azt nézem. Nekem mindig. Az első mindegyik gyönyörű, nekem egyébként a Fülöp-szigeteki jobban tetszik. Érzem egy picit alacsonyabb, de egyébként nagyon-nagyon-nagyon csinos lányok. És kicsit azért mindig ugyanolyanok. Ne felejtsük el, hogy azért a kolumbiai lány most ennek köszönhetően, ennek a botránynak köszönhetően, akár még december 31-ig odaérhet valamelyik versenyen. Zib Loser elválasztása. Szegény, igen. De tényleg. Aztán a Guinness rekorddel a kolumbiai csaj, a világon a legrövidebb ideig tartó szépség királynő. Na ez az infláció. Így hallgat egyébként, igen. Igen. A hogyan lettem szépség királynő 8,5 másodpercre, ebből illetve már írsz egy könyvet, illetve mégsem, már megvan a könyved. Tehát lehet, hogy nagyobb karriert csinál a kolumbiai lány, mint egyébként a Fülöp-szigeteki, aki ebből már megfilmesítik az életét. 8 másodpercig a csúcson. Utam a csúcsra. És onnan lefelé. Egykori szépség királynő vallomásai. Végül is az volt. Elmondhatod, ő voltál. Elmondhatod, hogy 8-10 másodpercig szépség királynő volt. Mutass még valaki. Az addig egyébként tartó út 368 oldal, és utána pedig a szemelvényekkel együtt két oldal a vége. Amíg szépség királynő volt. Há, igen. Egyébként Pol Pocra is azt mondtam, én hülyeséget mondtam szombaton. Miért, mit mondtál? Utólag szóltak, hogy elmondtam, hogy ő nyerte meg az első Hungary's Got Talent-et 10 évvel ezelőtt. Hát, de jó. Szép volt, Bali. Szép volt, jó. Menj tovább. Ne törődj vele, menj tovább. Hátfele balottál. Hátfele figyeltél. Igen, színvonalon Pol Pocra, aki 10 évvel ezelőtt megnyerte az első Hungary's Got Talent-et. De igen, hát 10 éve már volt ilyen abetyár. Igen. Kicsi, agyon hallgatták a rohadékot. Senki nem ért róla. Higgyétek el, volt csak, ti sem emlékeztek rá annyira jó. Igen, hát a Britain's Got Talent-et akartam mondani. Szóval mond az ember azért hülyeséget élőadásra sokszor, persze. De hát valószínű, igen. A másik ilyen, amikor rástresszelsz egy bizonyos szóra, hogy ezt nem szabad kimondanod adásban. És mire odaérsz az élőadásra, és addigra annyira beszugerálod magadnak, hogy egészen biztos, hogy kimondod. Egészen biztos, hogy kimondod. Nekem nagyon sok olyan kolléga van, aki úgy megy be, hogy bizonyos felvételeket egy szóra rástesz, hogy ezt nem mond ki, nem mond ki. És annyira belemegy az agyadba, az hogy biztos, hogy ki fogod mondani. Biztos, hogy ki fogod mondani. De nekem az X-faktor van, amikor a Nórival voltunk, akkor hál' Isten nem mondtam ki, de szent meggyőződésem volt, hogy 10 élőadás alatt biztos, hogy ki fog mondani, hogy ez itt a Megasztár. Ugye, és egyszerre ketten ment a két műsor, hogy bármi történhet, minden nap elmormoltam egy imád szombat, hogy csak nem mondjam ki, hogy Megasztár, csak léci, nem mondjam azt, hogy ez itt a Megasztár. És mi van? Rástresszelsz, és onnantól kezdve mindig ott van a fejedben, hogy Megasztár. És mindig azon gondolkozol, hogy X-faktor Megasztár. Nem mondhatom ki, hogy ez nem a Megasztár, engedj el, hogy ütöd a fejed, és nem megy ki a gondolat. És minél jobban rástresszelsz, annál jobban ott van a gondolat.
Hát emlékszel, amikor most a legutóbbi celeben ajánlottam a műsor egyik a búcsú konfiában, hogy nézzék Lilut a TV2-n. Ne! Ne! Mit nem lett jól a TV2-n? Nézzék Lilut a TV2-n? Így van. Igen. Társműsorunkban a TV2-n. Az RTL2 helyett bemondta a TV2-t, mert az RTL2-n volt ugye a Lilunak a celebes vezetőség. Igen, nézzék Lilut a TV2-n. Tudod, így a vezérlő, hogy mindenki lefelt a pultot. Tudod, így álltam mellett, és szép volt. Tudod, te állat. Röhögtem. De tudom, hogy ez milyen, mikor hogy koncentrálok majd arra, hogy nehogy TV2-t mondja, ugye? És az ugrik. És az agyad megveszi az információt, és azt mondja, oké, okay, figyellek. Nem mondom, ettől nem félsz, mondom. Akkor persze, kimondatom veled, nézzék Lilut a TV2-t. És még mondtuk is neki, hogy RTL2 alá volt húzva, mindig a lent a dzsungelbe köszöntünk el már ugye a táborba, hogy négy RTL2 be kell mondani, mindig promózni kellett. Jó, az őket. Ugye ez már ilyen éjfél magasság. Igen. Hullafáradtak. Igen, társadalmunk a TV2. És érezted, amikor kiment, hogy baj van? Vagy észes, te észes vettem? Azt, hogy észes vettem. Tehát, hogy te, csak láttam mellett, hogy te hülye. Tudom. Meg már fülepe is. Jó. Jani, RTL. RTL2, igen. Szép volt, igen. Na mindegy. Szóval mi szeretjük a kolumbiai lányt is egyébként. Mind a ketten nagyon szépek, nagyon csinosak. Nagyon tehetségesek. Igen? Azt nem tudom. Hát, igen, ha ez tehetség. Hát... Ez nem kedeltség. Nem. Hát ez egy adottság, nem? A szépség? Igen. Hát, maximum megtanulni angolul, ha kell. De hát így ez... van. Szépségkirálynő leszel, és akkor nagyon gyorsan el kell vetetni magadat egy milliárdossal. És akkor így minden oké. Okay. Már tulajdonképpen erre megy ki a játék, nem? Hát egy ilyen Las Vegas-i show-n azért biztos ott sündörögnek. Egy-kettő. Néhány azért... finoman őszhajú, nagyon szép Armani zakóban fölöltözött pici pocakkal, ám de brutális bankszámlával rendelkező amerikai, meg nem tudom, orosz milliárdosok azért, tehát a csurancsöppen ott áll a színpadon, 26 darab brutálisan jó csaj, azért az after partin lehet, hogy olyan azt azért van, igen, magad? Igen, ott azért lehet meríteni. Ott azért van merítés. Why do you do, I am Eden Fasi. Ne, a hangod alapján inkább Dévényi Tibi. What do you do, I am Tibor Dévényi. From Hungary, in Las Vegas, here now, right now. Where is the toilet? Tibi, Dév, Ennyi. The most famous Hungarian disc jockey. Not Tibi, Tibi. The ball, the button, the little children, little button, ball. Red point ball. Red point ball. Na játszunk egyet. Jó? Mit mondol rá ez a kérdés? Visszafelé beszélünk. Műlészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vásigyelang, mime? Aki válaszol. Halló. Sziasztok, Krisztián vagyok. Szia, Krisztián. Na, hát jó, nem mondtam visszafelé a neved. Hát, hogy ez volt visszafelé. Ja, lehet. De akkor nem tudom, mi a neve. Maradjunk simán a Krisztiánnak. Maradjunk a Krisztiánnak. Honnan hívtál minket? Budapest. Budapest, mit csinálsz? Gépkocsi vezető vagyok, és jelen pillanatban félreálltam, hogy tudjak veletek beszélni. De rendes vagy. Mégis kell. Igen. Egyébként a Gabihoz visszatérve, a Jakubcsek Gabihoz, nem lehetne akkor csinálni neki, hogyha már munkafacér egy anyukám világát a rádióba? Munkafacér. Munkafacér, ezt mondtad? Igen. Hát figyelj, nem tudjuk, hát ehhez kell a Gabi is, hogy akar-e rádiózni nyilván, meg hát ez nem a mi döntésünk. Hallottad, hogy miről beszéltünk? Hogy mitől persze, történt? persze, de tehát brutál. Igen, nagyon sajnáljuk szegény, ha még ez meg kellett tenni, vagy leépítés van, azt az ember megérti, csak amiről beszéltünk, a módja. Nem mindegy, hát, azért ennél többet érdemelne, igen. Igen, ikonikus arca a magyar televíziózásnak, úgyhogy mindenféleképpen szebben kellene bánni, de nem csak azért, mert híres mindenkivel, aki ennyit dolgozott egy bizonyos cégnél. Ezt mindenki megérdemli, ha híres, ha nem. Nem is arról van szó, hogy... Meg emberiség. Hát, hogy nem. Na, mit szeretnél? Figyelj ide, Krisztián. Van városunk, híres emberünk, szólásmondás vagy tárgy. Ezek közül tudsz választani. Fél perc alatt kell kitalálni. Ugye? Hát akkor fél percet gondolkoznék rajta. Hát akkor legyen a tárgy. Tárgy. Jó, nézzük a tárgyat. Hát nem lesz könnyű. Mehetünk? Igen. Mit rögtél?
Hát, hogy nem lesz könnyű, akkor választok már. Ja, figyelj, karácsonyban most bármit lehet már ezen a héten. Na mutatjuk, figyelj, indul az óra. Utaglahjev. Még egyszer? Utaglahjev. Hjef a vége. Jef. Hjef. Hjef. Utaglahjev. Jef. Fej. Igen? Helyzet. Jó volt a fej. Hát így van. Jef. Fej. Így van. Hallgass meg. Utaglahjev. Fejhallgató. Utaglahjev. Tényleg nehéz volt. Ne, nincs nagy találati arány ebben a játékban. Nem, a múlt hét nem volt rossz, de ez most nem erős. Nem volt nehéz. Nem volt nehéz, igen. Jef. Hát ezt visszahallgatok a fejhől. Jez jön ki. Ótag, az gató, és akkor tehát így kell gondolkozni. Máshogy kell ezt picit hallgatni. Igen. Ugye tehát ótag így indult, az már gató, fej, jef, fej, gató, az megvan, akkor ebben azért össze lehet tenni. Hát csak nem most. Csak nem most. Csak köszi sajnáljuk. Én is köszönöm, sziasztok. Ciao. Szia. Elő. Nem volt ez nehéz. Nem. Engem. Balázs, ha már Bakik az előbb mondtad, hogy levették a koronáról a fejét. Igen. Direkt így akartam mondani. Hát, hol ember Baki? Hát levették a koronáról a fejét. Rágravírozták a koronára a fejét, és aztán levették. Levették a koronáról a fejét. És átgravírozták a másik lábfejét. 2 perc, a pontosan 8 óra. Ajándékozunk? Ó, de alig itt van már jó is szívünk. Ki az, aki nem lesz itt? Viki. Viki nem lesz itt. De elküldte velem az ajándékát, mert ő rendes lány, és megvette annak, akit húzott. Becsomagolta, és berakta a kocsimba. De jó, 3 karátos, ahogy kértem. Egyébként meg kell, hogy dicsérjelek benneteket, mert hogy nagyon-nagyon titokban maradt, legalábbis, hogy kikit húzott. Nem volt most idén ilyen, vagy annyira nem érdekeljük egymást, vagy annyira senkit nem érdekel a húzás, vagy már mindenkinek úgy mondta, hogy nem volt ilyen, kit húztál. Én legalábbis most azt érzem, hogy ez nem ment így körbe. Én se tudom, hogy kit húzott, tőlem se nagyon kérdezték. Ti se tudjátok? Senki? Nem, én elfelejtettem, hogy kit húztam, konkrétan ezzel tudtam elmondani. Akkor te leszel az utolsó, hogy aki marad, annak adod az ajándékot. Próbáltam ebbe az életbe terelni a dolgokat. Vettél egy könyvet, egy üveg bort, abból baj, nem egyes valakinek. A halány, ha fiú, jó lesz. Meg a vöröskeresztes nyugilabda, amit találtam a szerkesztésben. Illetve egy félig megbontott zappely az asztalomról, marcipánbolyó és egy avas szaloncukor. Átraktam egy márkajelzés nélküli cellofán tasakba, és akkor így azt mondhatom rá, hogy kézműves terve. Igen. Na, jövünk az ajándékozással. Ákos hírei után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt pontosan, 13 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk az utolsó előtti reggelünk ebben az évben. 2 ünnep között best of lesz majd, és január első hetében sem vagyunk. Amikor még egy kicsit ébredezik az ország, és az új évet köszönti, és még úgy találgat magára szilveszter után, kicsit mi is pihenünk, úgyhogy január első pár napján nem leszünk majd. Január második hetében kezdtünk. Akkor viszont jövünk vissza, majd egy kicsit fásultam, fáradtam a sok pihenéstől, a sok túlalvástól. Igen, hetekig fáradtak leszünk, majd annyit alszunk, igen. Na, itt vagyunk. Ha valaki esetleg szeretne valamit meghallgatni holnap, most még van lehetőség elküldeni. Jó, hogy minek örülnétek, mit hallgattátok meg szívesen. Holnap ugye retro nap, holnap már csak zenélünk, és DJ Oti búcsúztatja az új évet. Új év búcsúztató parti van. Ugye itt a Morning Show-ban egy jó kis retro nappal, amiben lesz egy 2-3 dal, erejéig egy ilyen kicsit dancesebb blokk is, amikor is hát a 90-es évek egy-egy nagy dance slágere. Így van, azt lehetne 6-tól 7-ig, és akkor 7-re jövünk. 9-től terveztem pont a... De jó lesz. Olyan hangulat lesz, hogy még talán Tomi is bedob majd egy nosztalgia ekit. Ki ez a Tomi, vagy mit? Ki? Nem. Nem értette. Ez nem esett le. Na, ajándékozunk? Na. Persze, megvan. Ajándékot akarok. Szeretnék, úgy mondjuk szépen. Karácsonyi zenék nincsen? Hát legyen már valami, srácok. Behozzam a fát.
Behozzak egy fenyőfillatú illatosított a WC-ből. Valamit indítsunk el ez alatt, valamit, és akkor közben ajándékozzunk. Hm? Lehúztam ezt a sztényelányt. Igen, ez nem annyira karácsony. Nem, így. Ez nem annyira karácsonyi. De valami nagy közhelyes karácsonyit. Tehát ilyen zsűnálatok, mit szól karácsonykor? Basszus. Semmi. Na jó, semmi. Akkor legyen az. Az jó, legyen valami száncsegő, csingilingi, izé, akármi. Na figyelj. Na ez már valami. Megjött a karácsony. Kikit húzott? Mária, énekeljen. Na! Fogjuk meg egymás kezét. Mi van? Ez nem a kezem. Énekeljük együtt, hogy megérkezett hozzánk a karácsony. Mindenkinek van tojáslikőr a kezében? Nagymama? Nem. Tegyél azt a csillagszórót, csak a gatyámba. Petike, ülj a helyedre, úgy nyakon váglak, ha belesétálsz a videóba még egyszer. Így van. Apád adja a másikat. Nagypapát fordítsátok meg a székben. Rossz irányba ül. És tánc! Töröljétek lanyjálat a szájra. Így van. És most? És sergés. Tánc. Sergés. Forgás. Nagymama, tessék táncolni. Így van. Rock and roll, Nagyi! Nagymama, húzza vissza bugyját. Jaj! Na, ki kezdi az ajándékozást? ABC sorrendben menjünk. ABC sorrend? Így van. S betű vagyok. Vagy a B, akkor vagy az elején. Így van. Mi számít? Te vagy az utolsó ABC sorrendben. Ezért. Jól van, gyerekek. Egy. Legalább tudom akkor, hogy kinek kell adnom. Ennyien vagyunk összesen. Aha. Így van. Nem sokan, sajnos. Anna. Elhullottak nagyjaik a hosszú arcolat, hogy mondja a költő. Na, ki kezdje? Ki? ABC-ben? Adjuk át a wikijét. Ő adjuk nincs át a wikijét, én megkezdem a wikijét annak, jó, akit húzott, jó. És akkor és az már onnantól kezdve már pörög. Így legyen úgy, ahogy mondtam. Jó? Bár okay. Nem értettem. Álljatok már el innen. Na. A hátam mögül, idegesítő. Te húztad a wikit? Tegnap este, de hogyan ez a szület? Ja, bocsánat meg. Gondoltam, hogy itt az éve legyen már izgalmas. Tudod, hogy a magánéletemről keveset beszélek. Miért akarsz fájkálni a magánéletemről? De szép doboz. Na! Hát akkor én átadom annak, akit Viki húzott. Nem tudom, hogy mi van benne. Hát nem is csodálkozom rajta, hogy ez egy ezres volt. Ez egy tök szép csomagolás. Volt összekatár? Nem úgy. Ja. Nem, az enyém, ez a Viki. Ez a Vikié. Kinek neki ilyen szépen? Senki, mert ezt a Viki adja. De a Viki adja. Jézusom! Úristen, te hol vagy? Mi van ebbe? Nem, mert összezavart ez a sok arany. Meg tudjuk. Ez egy cipős doboznak kinéző kis dobozocska. Kié? Nyugodjál már le! Jenika, ültesse meg hátra, Jenika! Jenika, túrt az óloda, hogy szoktad, üljél át a kisfiam, mert most már megérdött tőle. Házak meg Bájglit! Egyéb Bájglit, hülye gyereket, üljél nyugodtan! Apa, kicsaládnak házak meg Bájglit! Jenika, üljél átra, egyéb Bájglit, ezt maradjál már csöndben. Na, Juli, gyere ide, te vagy az ajándékozó! Végre egy márkás tudsz! Viki otthon van, mert végre egy márkát cuci. Szóval, hogy sok szeretettel, Viki, nagyon boldog karácsonyt kíván neked. Jó, bocsuk ki. Megköszöni az egész évet. És ki is lehet bontani, és el is mondhatom, hogy mi van benne? Ne, csak ott is mondd el, persze. Fél mell. Mondd el, téged húzott, és... két implantátum lesz. Igen, vagy egy beutaló egy klinikára. Mondjad! Mi az? Mit kaptál? Hát nézd, elsőre egy egészen megmagyarázhatatlan dolgot. Azt nem tudom, hogy... Ez egy szívószál, amit nagyon, hát... Mélyre lehet... Hogy is mondjam? Kuki alakú. Aha, hát ez kuki alakú szívószál. Majd a gyerekeknek a zsúra. Ennél szeretem ezt az ajándékozást, mert csak vettem el a Vikit feleségül. Vajon miért? Mert ő is olyan, mint te. Ó, azt hiszem kaptam egy olyan... Igen? Olyan... valamit, aminek este Amiró nagyon fog örülni. Mit kaptál? Mm. Csak mondom, hogy gyönyörű, piros, bugyi, gyönyörűen vásári, tűzpiros bugyi. Az melltartó, de a saját melméretére vettem. Csipkés, fekete melltartó. Igen, ez neki lesz jó. Rómák! Ma igen, majd abból beveszem. Ó, Amiró most csapott a levegőbe. De jó! Te szexi fehér nemű szett, és szívószányos, igényes, hiszel tűnnek kiárusítom. Fíz. Gyönyörű combfix, tehát... Az nem a tiéd. Szerintem a Viki rajta van, hogy mi összehozzuk a harmadik gyereket. Igen, ő szerette volna ezt egy kicsit még. Annyit beszélsz itt úgy is arról, hogy próbálod feldobni, még milyen törekvéseid vannak, hogy még akkor esetek egymásnak még így ünnepek előtt még egyszer. Viki, nagyon szépen köszönöm, nagyon drága vagy. Azért, és a kuki alakú szívószál az hogy? A kuki alakú szívószál az nagyon menő. A vége, tehát pont az a része, amit szájba veszel, ugye az a... Igen. És egy hosszú rész van, azt meg beledugod az italba, partira, a gyerekek jól fognak szórakozni. Aha, gyerekeknek ne add oda, nehogy kipróbálják a macskán.
Igen. Akkor én jövök, ugye? Na, akkor mondd tovább, hogy kit húztál. Szóval én a vezérűrűt húztam. Nagyon jó. Az embert, a férfit, akiről mindenő tudja, hogy hogyan issza a kávét. Zsül. De jó! Kicsit szomorú voltam, hogy az elején kiretek pipálva. Ah, de kár! Zsül, gyere! Most én a Zsülről nem nagyon tudtam, hogy azt tudtam, hogy szeret repülni, meg a... Igen, ezért januártól ki vagy rúgva. Kövessük az MTVS hagyományokat, Zsül élőadásra mondom meg, januárban nem kell jönni. Szeret repülni, ezért itt egy zacskó és egy technokon. Megkerestem a barátnőjét a Facebookon, hogy minek örülne, és azt mondta, hogy kütyüknek. Na, mondom, ez szuper jött. Barátnőjét. És akkor utána aztán mondta, hogy ez így nem jó, mert nem tudom, hogy milyen kütyüknek örülne, és akkor mondta, hogy a Zsül nagyon szereti a jó sajtokat, meg a jó borokat. Hmm. Úgyhogy... Úgyhogy azt nem kaptál. És ha nem fürdik le. Ez egy borválogatás. Annak megfelelő milyeneket talált a szerkesztőségben. Ezek nagyon jó kis borok, és a férjem segítségét hívtam. Köszönöm. De borválogatás nem az asztalom alól, ugye, Júlia? Gyűjtögetek egy olyan 4-5 hónapja. Nem, a Feri asztaláról. Ja jó, azért, mert ott nálam minden van, gyerekek. Egy komplet karácsonyi bevásárlás levezénye. És egy fél üveg a büféből is. Valaki ott hagyta, rohadtul nem jött be neki, nagyon kárcos volt. Beigli borok, minden van. Ha műanyag palackos, akkor legyen gyanús, jó? Leszettem róla a Boldog Karácsony Balázs feliratokat. Igen. Még egy karácsony benyomva, Zsül. Köszönöm. A bort féláron átveszem, Zsűl. Úgyis van még egy-két ember, akinek adnom kell bort karácsonykor. Neked körülcsön. Meg jól jön a cash. Neked meg, te meg örülsz a cashnek ennyi, úgyhogy adás után akkor csendseljünk picit. Jó van, akkor már így megyünk tovább, hogy akkor hogyan tovább? Persze, akkor Zsűl jön. Jó. Zsűl? Nem jó. Istenem, add, hogy ne engem húzzon. Nem téged húztalak. Én azt az embert húztam, kockázok. Akit 17 éve ismerek. Na! Kire? 17 éve dolgozom. Aki nem Budapestről jött. Vidéki. Ja, csak aki. Vidéki. Jó, hogy nem ezt mondod. Igen, aki Békés megyéből jött. Nem ismersz 17 éve. De. Tényleg? Igen. Én azt hittem az Annát. Nem, Annát még régebb óta. Ez csak azért valami felé, te letagadsz belőle 10 minút. Igen? Nem ismered. Akiről mindenki tudja, hogy nagyon szereti a vidéket. És olyan. Nagyon szereti. Disznóvágás kupon! Ezért én örökbe fogadtam neki. Olvasd ezt el! Oklevél, alulírottak ünnepélyesen tanúsítjuk, hogy a mai napon Rákóczi Ferenc egy évre örökbe fogadta a háztáji állatok istálóját. Menő! Ezzel csatlakozott a fővárosi állat és növénykertet támogató köréhez. És egy év múlva megöli őket. És egy évig jogosult az állatkerti nevelőszülő cím használatára. De nagy. És menő. A Gálvölgyi János az alapítvány védnöke. Nagyon menő. És ez azt jelenti, várja, hogy bemegyek, és akkor onnan én elhozhatok dolgokat. És levághatod őket. Ha baj van, akkor... De drága vagy, Zsűl. Rákocul két csüngőhosú megint hiányzik. Esetleg nem. Tehát akkor sorban mondom, kaptál egy nyári ludat. Aha. Egy kis lovacskát. Hát a ló az... Ló az, oké. Házi szamarat. Nagyon jó. És mi jár ezzel? Tehát bemehetek hozzájuk? Látogathatom a gyerekeimet? Van egy évben, van szülői értekezlet. Évben kétszer. És bemegyek, és akkor ott elmondják, hogy a szamár nagyon rendetlen volt. A Maci nem ment vissza a barlangba, és a póni pedig lerúgta az ápolóját. Ezért megrovásba részesítik. És egy kötelezvényt is aláírt a nevedben, évi 100 000 forintos támogatás. Hát szívesen a gyerekeim, csak sose van. Szülői értekezlet. Meghívó is van már szülőire. Hát ez nagyon jó. Május 22, majdnem a szülinapom. Istenem, Zsűl, köszönöm. Na, ez hát, túl ötletes, ez nem tetszik. Ez biztos, hogy súgtak. Biztos, hogy súgtak ez neked, nem jó, Zsűl. Ez túl kreatív, mert sose szerettem az ilyet. Ami nem öncélú. Ami ki van találva, és nem öncélú, azt nem szeretem. Nézd meg, milyen aranyosak. Tényleg jó egyébként, tényleg jó. Ő is.
Igen, hát sajnos. Hát ő meg lesz. Egy ideig papának szólítanak, aztán lesz aztán egy pont, amikor ellenük fordulsz majd. Aztán gyilkosnak. Zsül, nagyon köszönöm, ez biztos, hogy nem te vagy, de... Milyen hasznos ajándék. De nagyon, nagyon jó vagy. Köszönöm. Mi az, mi? Még van valami? Persze, szóval, hogy igen, hasznos ajándék. Milyen hasznos ajándék, hú, de jó. Tényleg. Boldog alapítvány Budapest, hát meg még egy csoki. Mindenféle szar betegséget. Haza viszed, majd kanézni. És ingyen belépő van hozzá, vagy mi? Évente kétszer mehetek a gyerekek. Gyerekek, az óvodában nincs évek kétszer szülője, mit tudnak ezek az állatok hát egyik két szülővel? Hát mi történik ott? Majd tudod, mi lesz egyébként, az a baj, hogy a férjének a híre már az állatkedvésre jutott, és meglátják majd az állatok. Tudod, és mindenki meleg, tudnak próbálják átpászni a kerítés. A brémak. A gyerekek, köszönjük. Elmenekülnek a brémai muzsikusok. Egy éven keresztül szokják majd a kezednek a szagát. Így van, akkor maga fogják majd el a kést, tudod. Magam az ezt meg kell tennem. És amikor már nem figyel és nem számít rá, akkor gyorsan átvágod a torkát. Ott a vacsoránál. Na mondd. Köszönöm, Zsül. Kérlek szépen, én a Jánost húztam. Ez a veszély. Jánost húztam. Lejjezéket. Így, ahogy mondod, nem volt. Az van, hogy én tulajdonképpen kettőtöknek vásároltam. Kettőnek? Tehát te is fogsz örülni. Tényleg? Neki. Menj már, basszus, egyszer az életben valaki válaszol már külön kettő. Nem lehet. Három ajándékom van, az első kettő az közös ajándékotok, és akkor a harmadik lesz a csak a... Forgattad a sok hakni pénzt. Nem ment olyan jól az idén. Na nézd, ez az egyik. Most igen? Ne, léci ne. Nehogy elkezd kisimítani a izét a csomagoló papírt. Csak mondjuk János úgy kezdte el csomagolni, hogy már villogott a szemébe, hogy ez DEC26-ra már azért megvan a nővére ajándék papírja. Ha nem, a sógoromnak ebben a kommunikből a kardán tengelyt, amit a bontóba vettem. Azt hiszitek viccel. Egyébként rohadtul nem. De rohadtul nem. Pont olyan kardán tengely alakul. Az a baj, hogy csomóra kötött ez a jó ember. Lehet, hogy egyiket elég izgatott vagyok. Kíváncsi légyok rá, mert egyébként alapvetően ezért most gyűlölni fogsz, de mindegy. Jókat tudom. Ne csinálj, ne okoz csalódást. De az első kettőjébb gyűlölni fogsz. Tessék, itt a másik. Jó. Légy szíves, János. Most zene. Hát figyelj. Hozzunk egy ollót. Figyelj, jó, van itt olló. Oké? Na figyelj. Na. Majd a szalagot megveszed újra, a papírt kimélt. Nem, behozom inkább, jó? Itt kapsz még ebből. A hónomája az izgalomtól. Mi lehet benne, mi lehet benne? Nem utasd. János kibontja. Egy ilyen, úgy néz ki, mint egy borosüveg egyébként egyelőre. Mi van, ti már megkaptál, vagy te már megkaptál? Na figyelj. Jó lehet nálatok a karácsony. Figyelj, és ez megy. Most, na jó van. De és remélem, egy nagyobb papírba egy kisebb papír, egy kisebb egy négy, viszont a legbénábbakat kell elsütni. És aztán pedig egy, hogy hívják. Ez egy legnyomorultabbakat. Egy gombostűre szűrt Kati Cabogá, aki még vergődik. Na figyelj. Mondom, mi ez? Mit kaptál? Feri, ennyi szar. Miért mondtad, te miért mondtad, hogy nincs összeghatár? Ja, mert akármilyen alacsony lehet. Hát köszönöm szépen. Mit kaptál? Alufóliát kaptam, azt mondja, mondom, 24-86, 80 méter. De prémium. Mutasd? Prémium, ez az... Ezt nagyon azért kaptad, mert minden rohadék reggelen adásba zöröksz azzal a szánalmas fóliával. Te itt aranyos van. Vagy. Nesze. És tényleg a prémium kategória. Emellett a polc mellett mindig elmegyek Aldiban, mert az nem a te világot. Túl drágának tartom. Köszönöm. Na bontsad a másikat, annak is örülni fogsz. Ezt azért mondtam, hogy közös ajándék, mert ugye te kapsz Herótot attól, aha, hogy ő állandóan csomagol. Igen. És a másiktól a fülemben csomagom. Mit kapod? Mi az? Níve a kézkrém, nagyon igen, jó. Nagyon jó. Igen. Aha. És egy testápoló, ahogy aha, látom. Nem, még, figyelj, még kézkrém. Gyakorlatilag csak a teljes kézkrém kollekció. Azt mondja, hogy krémdorák. Ezt kívánod nekem. Figyelj, jó, nagyon jó. Két krém, még egy krém. Összesen kaptam öt tubus krémet. És hogy tudsz választani, jó, hogy éppen mire van szüksége. Így csak a bó. Ja, Istenem. Rosszul, hogy Kenny a kezét érted állandóan. Na hát ezért. Hogy fog örülni neki Móni? Egyik ujjam se lesz kiszáradva. Szerintem ennek örülni fogsz. Mutasd. Na, olvasd föl. Ez mi? Kedves János, szeretettel várunk a pápai légibázison, ahol előre egyeztetett időpontban megnézheted a Boeing C-17-es óriás gépet. Hey! És az A-10-es legendás varacskos disznót, vagyis a Warthogot, amennyiben ismét hozzánk ér... Hát, az még nem amennyiben biztos. Ismét hozzánk érkezik? Na.
Nagyon örülök neki egyébként. Ez nekem egy nagy szívfájdalma volt. Tehát megnézted egy olyat, ami még nincs így. És ugye a sajtó osztályunk, illetve... Én megvettem neked egy Maseratit, csak még nem hoztam el. Nem. Balázs pedig megvette az A10-est. Kintán egy nagyon szépen köszönöm. Csak még nem tudod átvenni. De nagyon szépen köszönöm. Senki nem léphet be. Ez egy nagyon szép ajándék. Lehet, hogy ellőnek, szétlőnek a kapuban. Jól van. Nagyon örülök. El lehet menni megnézni. Így van, így van. Hát ha itt van a nagy gép, ez a, melyik ez a nagy, ezt hogy hívják? Boeing 710-es. Ez itt van, ez bármikor megnézheted, de hát, ha a varacskos visszajön, akkor te vagy az első a listán, elintézted. Te jó lesz. Akit nem hívnak meg megint. Igen, és az éles részleten lehetek majd célpontú képágyú jelölt. Nagyon szépen köszönöm, ez nagyon szép ajándék. Köszi szépen. A többit meg használjátok, egészséges rácok. Tani jó. Kicsit izgulok, mert még senki nem mondta a nevemen. Majd most. A Viki osztotta ki a papírokat, remélem nem volt jó fej, hogy kihagyta a férjét direkt. Az mekkora lenne? Óriás lenne. Tudod. Nem tett volna be. És lehet, hogy most csapott otthon a homlokán. Basszus. A Balázs. És itt ülnék, nem kaptam semmi. Na, ki a kövi? Mi van? Nem folytatjuk? Te jössz. Te jössz. Jössz. Ja, én jövök. Ja. Teljesen. Te hoztál engem. Honnan szed? Nem állj! Engem ajajaj. Azt mondja, hogy vettem honnan? Több ajándékot tuti, tuli, vagy honnan? Sajnos én komolyan vettem ezt a nincs erőszak határ. Ez egész napom ráment, basszus, hogy mindenből akciósat vegyek. Ja, ezért mondtad reggel, hogy kajtattál a pályázatot. Majdnem megőrültem. Majdnem három ajándékot is kapok. Így van, így van. Jó, azért. Betörtél valahova? Na, figyeljtek. Fogad szeretettel, bonts ki, kérlek, és mondd el, hogy mi van bennem. Egy kicsi kis dezodorhoz hasonlító, nagyon szépen becsomagolt kis ajándékot kaptam. Olyan alakja kívülről, mint egy tusfürdő vagy egy sampon. Már látom, hogy piros, értem, igen, nagyon jó. Egy bánfi hajszín. Természetesen annyit beszéltél róla most az elmúlt hetekben, és nézd meg, mert nem akármilyen. Nem akármilyen, igen, hajhullás csökkentő. Igen, de nézd meg, hogy mi van ráírva. Azt ott van a Lady Bánfi hajszez. Hát, de szuper. Mondtam, hogy ne valami férfias cuccot ezektől mindig írtózott. És voltak a drogirába, hát akkor nem jött más volna. Csak a Lady. Nincs jó, mint egy Lady hajnövesztőszer. Jó. Azt mondja, a hajhullás csökkentő. Ez jó. Hogy ez mindenképpen egy hasznos ajándék lesz, én úgy gondolom. Igen. Ez egy olyan hasznos ajándék, amit én fogok magamnál tartani. Csak előre mondom, ezt te nem fogod hazavinni innen a büdös tehát életbe. Abba is biztos leszel. Nem, mert már rohadtul untam állandóan hallgatni melletted ülve. Komolyan mondom, hogy kaptam tőle. Szélgörcsellem valami. Igen, annyiszor bántanak a szelek. Ó, de jó! Vett nekem egy hamis telefontöltőt. Ja. Nem vagy igazi. Jó, de jó, hogy örülök igen, neki? Minden egy reggel a mondat, a zsűl, jó, a telefontöltő. Ez a mocskos rohadt cég, ez csak a embertelen áron gyárt mindent, úgyhogy kénytelen voltam egy utángyártatat venni belőle, mert én már megörültem tőle, hogy állandóan. Laci, van egy töltő? Ákus, nincs ide. A zsűl, szerezi már nekem valahol egy iPhone töltőt. Jogos, igen, érted? Nem volt. Nálam lesz, ott lesz bent a fiókomba, és bármikor, amikor szükséged van rá, én abban a pillanatban már nyúlok, veszem elő, dugjuk be, és már lesz töltő. Tegyük hozzá, hogy a hamisítványokból a jobb minőségű. Igen. Tehát, hogy azért ennél vannak sokkal rosszabb minőségű hamisítványban, már nem eredeti iPhone töltő. Ilyen drága utángyártott iPhone töltő nincs. Igen, tehát ez egy jobb minőségű utángyártott töltő, ettől nem fog leégni a szerkesztőség. Tehát, hogy ez, mert ugye vannak utángyártott töltők, amik egy idő után felmelegednek. De jó, köszönöm szépen. És a csúcs? Ja, ez nem, még van, még azon kívül is van. Mi van, betörtél valahova? Figyelj, hát ez a következő... Jó, mondjuk most vagyunk 3000 forint. Jó, ez csak mondjuk az is igazad, hogy egy hajszesz meg egy hamis töltő azért... Elmondom, hogy most neked az utóbbi napokban van egy nagyon komoly hiányérzeted, és ezt szerettem volna pótolni ezzel az ajándékkal. Annyira! Most mondtam! Pontom, ez egy nagyobb ajándéknak tűnik. Ne, egy női Barbie baszett. De nézd meg, hogy milyen. Egy Barbie baszett, hosszú hajjal, és némi, nem tudom, hajfestékkel, illetve hát be lehet rakni, meg lehet fésülni a haját, hát, és lehet vasalni, csatokat beletenni. Egy hajas Barbie szett. Ha már neked nincsen, akkor érted, itt van. Majd amikor egy picit egy rosszalgikusabb hangvétel, melyik úgy megbontottál egy üvegbor, itt egy-két pohárral is elérzékeny, össze előveszted a Barbie-t, megfésülöd, megreppeled a kis haját, megfestegeted, stb. Szerintem ez nagyon jó lesz. Nagyon jó, igen.
Nagyon működni fog. És végezetül az utolsó ajándékot. Nekem az csupa hasznos dolog. Egy hajszesz, egy barbi figyelj. És ugye sok a lány a családban nálatok. Töltő, a betyárját, te örülök, régen voltam, ennyire mondok. Az elmúlt hetekben nagyon sokat beszéltél egy helyről, és azt szeretném, hogyha adott esetben nem jutsz el oda, valamilyen okból kifolyólag, akkor is legyenek különböző dolgok otthon, amikről eszedbe jut a világ egyik legjobb helye számodra, számomra nem. Döbelet, ennyi minden, egyelőre ezt a Sángit is megvette, nem? Tehát egyelőre ott tartunk, hogy tehát számomra eszedbe jut. Én számomra nem jelent sokat ez a város, de számodra nagyon sokat. Sokat beszéltél róla. Sokat beszéltem róla, számomra sokat jelent egy város. És... Bécsi advent, vagy mi? Mi az? Beszéltem sokat Bécsről, hogy milyen szép a bécsi vásár, és Jánostól hónapokon keresztül hallgattam, hogy aki Bécsbe megy karácsonyi vására, a snob. És hát megkaptam a bécsi virslit, mert sokat beszéltem, kaptam egy bécsi zsebkönyvet, egy úti könyvet, kaptam bécsi kávét. Bécsi és hát ilyen kis, nem is tudom, ez Mozart, vagy mi? Nem, nézd meg, mi van rajta. Hát ugye, ezek eurócsoki tallérok. Tudják fizetni. Eurócsoki tallér. Ha megyek Bécsbe, akkor tudják fizetni. Hát milyen rendes vagy. Majd nézegeted a kis zsebkönyvet, nézegeted, ropogtatod hozzá a bécsi virslét. A füstölt bécsi virslét. És iszott hozzá a nagyon minőségű. Majdnem 600 forintot. A rohadt életben sokat vettél, de az összes, az összértéke. Már 5000. Ezt összeadom, ez nincs annyi. Ez nincs annyi. Nagyon jó. Ez egyébként kifejezetten jó. Most már a daráljuk, mert már nem vagyunk sokan, mindjárt hírezünk, most már csak két ember van, nem? 35 egy fél darány. Három. Na. Három van, Ákos addig legalább átnézi éreket. Na, én is húztam valakit. Húzd meg tegnap előtti. Én a Lacit húztam, és a Lacinak két kis aprósággal készültem. Ez még rossz hír a többieknek, mert akkor Laci vett valamelyik kötöknek a hit. Igen, Lacit húztam, Lacinak... Gondolom ismerlek. Lacinak két fontos ünnepkör van az életében, az ivás meg a cigaretta, úgyhogy e köré szenteltük, illetve a szex, de most nem akartam bemenni szexbotba nagyon vásárolni. Pedig felcsillant a szeme, a hosszabb. Pedig volt, tehát ugye egészen kultúráltan intéztem. Jó? Laci nagyon szeret házi bulit tartani, ezekben a házi bulikban isznak, és Laci nagyon szereti, hogyha visznek alkoholt az ő házi buliába, sőt felszólít mindenkit, hogy ha a házi buliba jött, az én házi bulimba jöttök, akkor belépő mindig csak alkohollal lehet, üres kézzel nem illik érkezni. Kaptam egy nagy dobozt és egy hosszú valamit. Egy hosszú valamit, így van. Laci szereti a hoznak alkoholt. Te csomagoltad? Nem, becsomagoltatom, egy ezres volt a csomagolás. Rohadtul ki voltam. Ezért fizetél ezre? Ezért volt egy ezres. Így van. Ez egy lábtörlő. Kaptam egy lábtörlőt. Ön azon, hogy pesgőt hoztál? Mert hogy állandóan ugye házi bulikat rendez, Laci, úgyhogy kaptál egy lábtörlőt, pesgőt hoztál felirattal. Egészen diszkréten nyomtam, mondom, nem akartam szexboltba menni. És piros csillagokat is kaptam. Majd erről mondok valami. A piros csillagokra? Nem, nem te csomagoltam. Annyi, hogy ellopták Laci lábtörlőjét, azt az infót kaptam. Ellopták a lábtörlődet? De már visszalopta. Már visszalopta. Nem olyan jó, mint a régi, de... Igen. Lesz egy szép lábtörlőd. Da-da-da-da! Jó, ez nagyon jó. Ez jó. Egy feleshívós kinevet igen, a végén. Igen, egy kinevet a végén, ami kis tampós poharak vannak rajta, és akkor tudtok házi buliba először inni, aztán fajtalankodni egymással, amiket szoktatok. Szörnyű dolgokat csináltok a házi buliban, úgyhogy malackodjatok kedvetekre. Ez megágyaz a történetnek. Egyébként mondtam Lacinak, hogy mert ugye szóba került ez a sex shopos vonal, és nekem az egyik eredeti ajándékom számodra, mert ezt is nagyon sokat emlegeted ebben az évben, egy tégely öklözős zsírlet volna. 7000 forint! Gyerekek, az a durva, hogy öregszünk, mert már átadtuk az ajándékok nagy részét, és még senki nem vett sex shopból semmit. Tehát már nincs ez a bementem, megvettem az elsőt a sex shopból. Tehát még várjuk 3 éve ez volt. Ja, várjál még, Laci! Tényleg a guru. Laci, te kit húztál? Én egy olyan valakit húztam, elég nehéz kitalálni, akiről vagy köztudott, vagy nem, de most már a családja is meg fogja tudni, hogy jön a második baba. Ó! Oh, Anna! Gratulálunk! Anna! Tényleg? És... Én kaptam a sex shopból, pont. Hát még előtte, érted? Még van egy pár hónap, húzzatok bele. Ezért úgymond kapsz egy ilyen túlélő, átvészelő csomagot ezekre a napokra, hetekre. Na bocsánat.
Mikor jön Ákos? Mit tényleg jön a második? Gyerekek, egy saját készítésű ajándékkal lepem meg a kis. Ne csinálj már, belehemperget valamiben az asszony. Mikor só lesz ez az ajándék, tényleg? És jövő június. Marad. Pedig úgy láttam rajtad, hogy megbántad. Az első. És úgy tűnik, most te hordod ki. Annyira fáradtnak tűnsz itt minden reggel. Én tudom, milyen nem aludni Ákos, hidd el én vele. Ezért nem alszotok. Ezt fogom még 3 évig. Kemény vagy, de hamar le tudod a 2-t egyébként. Persze. 5 év után sokkal nehezebb újra elkezdeni. Na, mit kaptál? Kicsit remeg a kezem, mint a kukis szívó szám. Nem kell, nyugodtan. A Laci figyelj, nem olyan. Meg kell, hogy dicsérjem a csapatot, egészen kultúrált ajándékozás folyik. Tehát ez 3-4 éve még nem ebben a szellemben történt. Kotyogós kávéfőző. Ó, legjobb. Nagyon jó. Igen, Ákosok kevesen tudják, hogy nagy kávéfogyasztó, szereti, érti, ismeri a kávékat, és jó kávét csinál, és nagyon szereti. És Laci már picit tudja, hogy hozzánk jár, úgyhogy benne. Vett egy kotyogós kávéfőző. Cumi? Ebből gyakorlatilag egy naponta elhagyunk 10-et. Ugye? És nem tudod, olyan, mint a félpárcokni, nem tudod. Rá kell, rácsattintósat vegyetek. Van már olyan, ami... Van. Valamilyen, nem, mert azt is megette a gyerek. Nem, állandóan szopogott, hogy levettük. És még? Egy ébresztőre, hogy el ne aludjon. Finom felhívója. Egy ébresztőre. Azért beszoktam esni. Aha. Igen. Mondjuk egy ilyet magadnak is vettél volna, Laci. És 2-t nekem, tudod. Balina kölcsönadott. A rosszabb napokra az utolsó ajándék. A rosszabb napokra. Ez a szexshopos. Laci, te is öregszel. Te is öregszel, Laci, már sem. Ibizai klub belépő vagy? Az. Csak nehogy összefussál ott aztán ezzel azzal. Egy magazin. Jó, már azért nem csalódok benned. A rosszabb, nehezebb napokra. 8 után vagyunk már, az nem jelent semmit itt. Finoman el tudod mondani. Ezt körbeadom, srácok. Mondani. Jó, egy magazin, meg egy kis DVD. Igen. Egy ilyen Laciféle. Az a magazin, kimondhatjuk, egy ÖKM magazin erotikus tartalommal, és egy DVD már kevésbé erotikus, inkább másfajta erősebb tartalommal. De a Lex úgy kap. Igen. Lacival nem kell csalódnunk soha. Jó van, Laci. A nehezebb napokra, Ákosnak a nehezebb napokra. Jó. Isteni vagy, köszi. Így van. Azért kölcsön adod? Aha. Most ki nyugodtan. Figyelj, az a CD. Hát csak, hogy tényleg, hogy finoman fogalmazunk, teljes kávé összeállítás van benne, dupla kávé. Igen. Kevés tejszín. Minden van. Hát, több kategóriás kimelik. Lovas melléklet is van ott a végén. Igen. Na, te kit húztál, Ákos? Na, én Annát húztam. Anna az utolsó, azt hiszem. És egy olyan ajándékot vettem, ami ha neki nem tetszik, akkor a lányának tetszeni fog. Finoman megállt az olyannak, hogy rosszat vettél. Ez nem baj, ezt én szeretem. Köszönöm. Isten, köszönöm szépen, puszi. Na megnézzük. Ez is szépen van becsomagolva. Sietek, mert jönnek már hírek. Nem vagyunk még. Picit megcsúszunk, de nem baj. Órán belül vagyunk. Órán belül vagyunk. Szépen most, Janinak kell, hát még. Ez már nem. Ha nem lesz neked jó lesz a lányodnak. Mi lehet az vajon? Mit kaptál? Mi az? Ez nagyon menő. Az mi? Kaptam egy csoki, de ez egy olyan színező, ami... Hát, hogy úgy mondjam, manapság ez hát ilyen megnyugtató, egy kicsit, hogy arra koncentráljál, nem másra. Egy ilyen... felnőtt kifestet. Felnőtt kifestet, ismerem, tudom. Igen, bizony. Levezeti a feszültséget, stresszoldó, igen, ki kell színezned minden. Ez enyém lesz, ez nagyon aprólékos, tehát Karina még azért nem tart itt, és kár lenne érte. Én nagyon örülök neki. Ez marha jó. Feszültség levezetés 2 nap alatt befejezi. Nem, ez gyönyörű, nagyon, ez komolyan nagyon-nagyon örülök. Nagyon szuper, csokidat kibonthatom, ugye? Persze, egyél, fogyasszatok. Én maradtam akkor igen, már csak. Mert én, még hát, valaki nincs itt, hogy a Viki nincs itt. Én a Vikit húztam. Te a Vikit húztad. Igen, és nem bízom rád. Miért nem? Azonnal nem. Kibontom. Aha. Azonnal belenézek, amit lehet megiszom. Amit lehet megiszom. Jó, akkor adjam át úgy, ahogy van. Adjam át, nem mondjak semmit. Hát de holnap jön Viki, tehát holnap én személyesen neki is odaadom. Ez valami, amit most ha akarsz kibontod. Ez meg egy nem elviszem, mert nem jön már holnap, mert holnap már csak retro nap van. Én elviszem neki, jó? És akkor elmondod, hogy mit húztál. Jó. Vagy ő fölhív akkor. Jó? Jó. Drága? Én. Drága. Jó, akkor abban. Örülni fog neki nagyon. Jó, mindig ugye a rózsáról beszél. Igen, nagyon szereti a rózsát. 3 pici apró csomagot kapott Viki. Akkor ezt megpróbálom nem elhagyni. Igen, ezért. Igen. De vigyázok rá, tényleg. Persze, már édes, már írt. Engem kihúzott. Örült, amit húztam, amit kaptam, kihúzott. Mikor jövök? Már itt van az igen, rózsát is nagyon-nagyon fog neki örülni szerintem. Jó, átadom. És kapott egy doboz patkánymérget is, hogy az ellenségét hagyományos módszerekkel is el tudja pusztítani, ne csak kommentek formájában.
Na jó, mindenki megvolt, mindenki kapott, mindenki örül, így van. Egy csomó minden van előttem, aminek az összértéke nem olyan nagy, mint amennyinek látszik. A lábbal bejártam a rohadt. 3:49 lesz, pontosan 2 perc múlva jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ha 7 perc van pontosan, 9 óra. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Néztem Ákost a koncerten, gyerekek, azért lassan azért ő is öregszik, azért ő se 30-as már. Hát, ugye, hogy ugye? Ő se 30-as. Legvagyobb. Csak a humor. Mennyi mém készült belőlem, ismered Ákos új számát 0-20. Igen, hát sok minden. Sok minden történt azért ebben az évben, ez is lehetne egyszer összegezni, nem? És annyira gyorsan ment el ráadásul, nem tudom, hogy neked, de hogy... Nagyon. Tehát most volt karácsony, most húztunk, ugye tavaly nem húztunk, de most volt mit tenni, ünnep, és már megint itt a vége. És Jani megint késik, tehát igen. Az, ami állandó. Van, ami nem változik. Egy éve született a második gyerekem, konkrétan áll, elkezdett lépegetni, megy, gügyög, most vittük haza. Tettük be jelképesen a falá, hogy ő az ajándék, egy éves. Elképesztő. És közben, ha végig gondolod az évet, akkor azért nagyon sok minden jó és rossz történt velünk a világban, a világ számos táján, és hogyha felelvenített, hogy úristen, ez is ez az év. Jézusom, tényleg ez is ebben az év. Akkor hosszúnak érzed. Ha mondjuk januártól minden hónapban kiemeled a fő eseményeket. Úgy hosszú. De csak azt mondod, hogy tavaly ilyenkor történt valami, és úristen, megint karácsony van, úgy viszont rettenetesen gyors. Egy éves a gyerek. Egy éves a Noel. De 18. Gratuláljon nyugodtan. Isten éltesse. Nem azért mondom, de... Igen, a kis púja. Hanem, hogy tényleg, hogy mennyire gyorsan elment. Aztán közben megnézed, hogy mennyi rossz dolog, mennyi jó dolog történt a világban, és rájössz, hogy azért hosszú egy év, de valahogy mégis ilyen pikpak elmegy. És egyre gyorsabban fog állítólag mindegy. Igen. Bizony. Hát én az idő múlását tényleg azon tudom leginkább lemérni, hogy mi jelenleg azon gondolkodunk, hogy jövőre milyen szakmát, vagy milyen iskolát választunk a gyereknek? Mert hogy befejezi az általános iskolát. Hihetetlen. Igen. Nagyon durva, hogy megy. Hát nekünk is a Benni iskolát választunk. Nem csak megy, szalad is. Rohan. Fut. Ügyes gyerek. Robog a kicsi kocs. És a gyerek is, igen. Na, mutatjuk akkor a beugrót jó hármas ugrással. Figyeljen mindenki, ezt kell kitalálni. Jó, figyeljetek. Ez a beugró hármas ugráshoz. Ez a beszéd. Na, van egy játékunk, ez fontos, holnap még ugye, még mindig van lehetőségünk adni nektek, és ezt mi nagyon szeretjük, mert holnap egy szép hűtőszekrényt sorsolunk majd, tele pesgős üvegekkel. De üres üvegekkel? Teli pesgős üvegekkel. De betétdíjas üres üvegekkel. Így van, vagyis egy hűtőnyi pesgőt adunk oda valakinek, aki elküld nekünk egy fotót, és feltölti a morningshow.eu-ra. És a fotópályázatunk lényege az csupán annyi, hogy egyetlen egy fotó, ha egy fotóval kellene ábrázolnotok a 2015-ös évet, akkor mi lenne az? Lehetőleg ti készítsetek, ne letöltsétek valahonnan, nyilván ezt kevésbé fogjuk ellenőrizni. Próbáltok egy fotóval kifejezni. Jó, hogy milyen az évetek. Ha szerelem volt, akkor azt fotózzátok le valahogy szimbolikus jelleggel, ha szakítás, ha bánat, ha öröm ért benneteket, ha új munkahely. Bármilyen, ami jellegzetes volt a 2015-ös évetekre, azt egy fotóval fejezzétek ki, küldjetek el nekünk, töltsétek föl, a morningshow.eu-n egyébként minden ott van, nagyon könnyű feltölteni a fotókat, és holnap győztest hirdetünk, aki kap egy hűtőszekrényt telepesgővel. Már maga a hűtőszekrény is egy nagyon komoly cucc. Bizonyám. Ilyen nagyon-nagyon keményet kell elképzelni, de a telepesgővel az meg az jó. A szilvesztert azért megolajozzuk, hogy jobb legyen. Jó, úgyhogy utána meg lehet bárkit hívni. Egy hűtőnyi pesgő azért a szép. Én nem tudom, mit fotóznék. Azon kéne azért gondolkodnom. Annyi minden történt. Mi volt az egy év? Mi volt az igazán jellegzetes? Nálunk a családbővülés nyilván. Tehát nekünk ennek a szellemében telt a 2015-ös év, igen. Én egy váromat fotóznék rá. Romjaimban is gyönyörű volt ez az év. Az is jó egyébként. Egy váromot. De egy olyan váromot, ahol még nem jártál, nekem az lenne a kíves. Van ilyen még bőven, úgyhogy most már szélesítjük a határokat. Komolyan? Természetesen. Na, kitoltad? Egy picit, nem olyan messzire azért, természetesen. Egy 5 kiló, 5 tíz? Történelmi távlatokban gondolkodom. Ne kalandozzál nagyon. Ne, most is írt egyik kedves hallgató, hogy mikor megyünk Nagyváradra. Terve van véve természetesen, de ha már Nagyváradra megyünk, akkor megyünk egy picit távolabb, ajaj, is, ajaj, és akkor megnézzük esetleg Bánfi Hunyadot is. Ajaj. Nehogy baj legyen aztán ebből, hogy
kalandoztok. Julink, van gyerekek, rovattal készültem meg, vagy évvége van, és már nem hozott semmit? Van még? Van igen, még? Igen, igen. Azt mutatja felfelé mutatott hüvelykújja, Laci, hogy valami van a plafonon. Juli rovata még ugye van, hiszen kedv van, úgyhogy Juli készült, vele jövünk, Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók. Az utolsó előtti adásunk ebben az évben, már kicsit lassabban, nyugodtabban fogalmazunk, beszélünk, gondolkodunk, de hát ez erről szól már itt az évvége, mindenki leereszt, mindenki kienged egy kicsit. Két ünnep között nem vagyunk, és január első hetében sem, egy kicsit pihenünk, úgyhogy január második hetétől jövünk majd. Így is van, annyi nekünk is jár. Egy picit pihenünk, de nem maradtok Morning Show nélkül, lesznek jó pillanatok. Az elmúlt évből végigadjuk best of-val. Best of. Nagyon jó. Best of lesz. Úgyhogy január második hetében kezdünk. Na mi újság, hol vannak a többiek? Hát a többiekhez képest, nem tudom, hogy mit értesz rajta, ha Jánost keresed, akkor nem tudom, hogy 10 másodperccel a dal vége előtt ment ki, ha helyre gondolsz. Csak a szokásos. Figyelj, ma 200, Jani! Tényleg még nem beszéltük meg. Mi lesz a perseje. Na, addig egy-két fontos info. Még mindig jönnek a felajánlások, ugye tegnap volt 5 család, akinek szeretünk volna egy kicsit segíteni, a család fejenként kapott ugye 100 000 forintot. Nagyon helyesek voltak a mi hallgatóink, nagyon sokan írtak e-mailt, jelezték SMS-ben, hogy szeretnének segíteni a családnak. A Juli egyenként visszahívott mindenkit telefonszámmal, ha valaki pénzbeli segítséget szeretne adni, akkor pedig a Facebook oldalunkon fent van. Mind az 5 család elérhetősége, bankszámla szempontjából legalábbis, és hát 5 megható történet, és 5 nagyon szomorú történet bontakozott ki tegnap előttünk, de azt hiszem, hogy bárkit választottunk volna, tényleg mindenki megérdemelte volna, hogy kapjon. Mi őket választottuk, nekik tudtunk segíteni, 5 családnak egy kicsit könnyebb lesz a karácsony, 500 000 forintot osztottunk ugye szét közöttük, ezt ha minden igaz, akkor ma meg is kapják, és hát egészen elképesztő és megrendítő dolgok voltak, tehát volt egy család tényleg, ahol elmondták ugye nekünk, hogy a 12 éves fiú álma az volt, hogy csináljon az apukája a kókuszgolyót, és nem tudja megvenni az alapanyagot. Volt, ahol betegség volt a családban, volt, akik a svájci frank hitelük miatt úsztak el, és albérletben laknak. Szóval nagyon megható történetek voltak. Köszönjük szépen még egyszer mindenkinek a felajánlott segítségeket. Van, aki tehát élelmiszert küldött, tartós élelmiszert, van, aki pénzt ajánlott fel. Juli, egykor beszéltem Julival, hogy mi van, hogy állunk, és még mindig mondta, hogy itt van bent, és hívja vissza. Akkor végzett pont a telefonokkal, és kezdte hívni az e-mailt küldőket, hogy összekösse ugye a jót a jóval. Úgyhogy drágák vagytok, nagyon sok segítséget az 5 családnak, köszönjük szépen még egyszer. Sietetlen volt ugye, hogy abban a pillanatban, hogy mi átadtuk ezt a 100 000 forintot, amikor már így azt mondhatnád, hogy akkor annak a családnak már jó, akkor még egy csomóan hívtak bennünket, megírtak, hogy figyelj, akkor én még adok. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon empatikus volt az egész ország. Igen. A sztorival kapcsolatosan. Köszönjük. Én akit tudtam, meg is kerestem a Facebookon, azok közül, akiket megajándékoztunk, és megnézegettem a fotókat, végignézegettem az oldalt, tehát nyilván, ahol ez így nyilvános volt, meg megtaláltam őket, és hát nagyon-nagyon megható, nagyon-nagyon megrázó képeket láttam néhány helyen, és azt láttam tényleg, hogy hatalmas a szeretet, még a nagy-nagy szegénység ellenére is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon jó helyre mentek ezek az összegek. Igen, abszolút, igen, jó helyre ment, és nagyon sokat segítettetek, köszönjük. Megjött Juliska, aki már itt volt, ugye? Mert ajándékozott. Ez van a cignában. Akkor elbúcsúztatjuk legalábbis erre az évre ezt a rovatot is, ugyanis ebben az évben utoljára Juli élete következik. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Hát szervusztok, srácok! Jó reggelt, Julira! Nézzétek, milyen menő kis szívószálam. És Juli abból itta már a reggeli kis kávéját, vagy teáját. Nagyon bizarr. Nagyon. És megnéztem egyébként a fehér neműt, felpróbáltam, amit a melltartó részét beszaladtam. Na, a tényleg? És pont jó. Komolyan? Lát, és ez egy ilyen kis cseles kis melltartó, mert ilyen kis lyukacskák vannak elől, úgyhogy aminek ki kell lógni az igen, jó. Nem kell levenni, de
elérhetővé válik a... Úgyhogy elég lassza. Igen, hát akkor este lesz egy kis mulatság, nem? Miró hallgat bennünket, vagy ez meglepetés lesz? Azt szerintem hallgatta, mert hogy most átcsörögtem, hogy kapcsolja ki, mert lehet, hogy olyan dolgokról fogunk beszélgetni, amit a gyerekeknek nem kellene hallani. Meg neki se. Nem. Szerintem tudja, hogy mit kaptam, úgyhogy gondolom nagyon örül. De egyébként a múltkor beszéltünk arról, ugye tudjátok, az előző héten téma volt, hogy volt nálam egy hölgy, Nadine, aki kitisztította a szellemektől a lakást, és akkor mondtam, beszéltük azt, hogy ez egy hosszú távú projekt, hogy ez nincsen meg egyik napról a másikra, és hogy akkor érzem-e, mondtad, hogy számoljak be róla, hogy van-e bármiféle változás a házban. Nincs. Semmi, mi? Hát nem tudom, a Milán ugyanúgy fel kell, ugyanúgy fél éjszakánként, tehát továbbra is benne van. A szemem sarkában még mindig mozognak, bár mondta ez a hölgy, hogy a katonákat kiállította a ház elé, úgyhogy azokat fogom látni valószínűleg. Miket? A katonákat. A katonákat, akik védik a házunkat, úgyhogy igazából én szerintem lehet, hogy őket látom. Agyak katonák? Vagy? Igen, kis nyilakkal és bárdokkal a kezükben. És mennyit fizettél ezért? 25 volt, vagy mennyi? Nem. Kevesebb? Nem. Aha. Nem tudom igazán. Barter. Hát, azért ezek érdekes dolgok, igen, szóval ez a nyitok egy tűzkaput, meg ott fekete lyukat, meg bemegyek a szekrénybe, meg nem tudom miket csinált, azért ez, hát kérdés, hogy ebben mennyire lehet hinni. Szóval, hogy ez mennyi jót okoz valójában, vagy mennyire lesz ebből ezáltal nektek jó. Nem, én adtam ennek egyébként egy esélyt. Igen, azt vártam, hogy ha ez valóban működik, akkor a Milán nem fog félni éjszakánként. Tehát én ezt tulajdonképpen ezt nyitva hagytam ezt a kaput, és azt gondoltam, hogy ha itt valami történik, akkor nem nekem kell benne hinnem, a Milán nem tudott róla, hogyha itt valami változás történt, akkor a Milánon látni fogom. De ami mind nem látom. Úgyhogy... Nem, a tudom. Kapu lett a kredence ajtót, érted? Vagy a hűtőt. Azt már becsukom. Ami mögött a fekete lyuk volt. Ami mögött a fekete lyuk volt. A fekete lyuk az már nincsen. Ott egy dimenzió kapu volt. Na mindegy, szóval nem lett jobb ez a lényeg. Hát nem érzem. Hát legyünk őszintén, mi nem is nagyon vártuk, hogy jobb lesz, nem? Tehát hogy nem nagyon hittünk benne. Ez a hármas szerintem behatárolódott. Nem hittünk benne, igen. No, de viszont, eljátszatotok te már a gondolattal, hogy egyszer olyan ajándékot adtok a gyereknek, amire nem feltétlenül vágyik, hogy megnézzétek, hogy milyen reakciót váltotok ki belőle? Hát nem. Hát, Júli, nem. Én igen. Tényleg? Persze, csak még nem elég nagy. Most majd, tehát megvárod, amíg igazi sérüléseket tudsz okozni a kis lelkében. Nem, világos. Én ezt ismerem ezt a dolgot, hogy először adja a gyereknek olyat, amire egyáltalán nem számít, és nézd meg, hogy milyen arcot vág, vagy mit csinál, amikor a kedvenc ajándékát azt gondolja, azt kapja meg, de aztán valami egészen más kap. Mint egy pulóvert, de egyáltalán nem akar. Tehát, hogy mondjuk egy Xboxos dobozba, ugye volt is egy valami videó, és igen, egy pulóver van benne. Igen, ez az amerikai Late Night Show-ban megcsinálták. Igen, van egy, el is hoztam ezt a videót, itt van a fejem fölött, hogyha elindítod, akkor látod. A történetnek a lényeg az volt, hogy a nézőket megkérték arra, hogy a gyerekekről készítsenek videót abban a pillanatban, ahogy kinyitják a csomagot, és valami irdatlan nagy marhaság van benne. Tehát a brokkolitól kezdve a krumplig, a kisfiúk Barbie babát kaptak, a lányok szurkolómezt, és hogy mit reagálnak ebben a percben, és persze az egészet fogják a Mikulásra. És hát szerencsétlen gyerekek azért sírógörcsöt, hisztériás görcsöt kapnak, és egyébként nekem az a fura, hogy a szülők állnak és veszik ezt az egészet, és közben mosolyognak és kiröhögik a saját gyereküket, tehát hogy egyrészt nem értem, hogy egy szülő hogy csinálhat ilyet a gyerekkel, még akkor is a tréfa, és utána odaadja a rendes ajándékot, mert hogy ez egyébként egy borzasztó szemét dolog. Egy amerikai Late Night Show sztár kérte meg a szülőket, hogy ez forgassák el. A Jimmy Kimmel, igen, hogy forgassák le azt, amikor a gyermekük nagyon vár valamit, kibontják, de nem az van benne. De nem az van benne. Igen. De van, akik jól reagálnak rá. Van, aki kicsi durcás, már arrébb lögdösi, meg van, aki toporzékol, mert aki eldobja, de például voltak egy kis gyerekek, rögtön elkezdték bedezodorálni magukat. Igen, édesem, ő sír. De utána megkapja. Tehát ez nem arról szól, hogy te kínzod a gyerekedet, hanem... Ez szerintem kínzás. Én csak mondom ez neked, hogy soha az életében többet nem mer kibontani jó szívvel egy ajándékcsomagot a gyereked egy ilyen után. Soha többet, dehogy. Ennél a gyermeki lélek hamarabb. Én? Szerintem regenerálja abban a pillanatban... Én szerintem... Figyeld, ordít a gyerek, ordít. Hogy ne ordítana, ne hülyéskedjél.
Hát ott van minden, tehát erre az estére készül szerintem egy gyerek egy tulajdonképpen egy éven keresztül. A karácsony az mindig na, az év. A gyerekek ez nem olyan szörnyű, most és már hol, nem, ünneplőbe öltözteti persze, a szívét, kinyitja igen. a csomagot, ami tulajdonképpen az egész éves teljesítménynek az elismerése, és ott van benne egy doboz brokkoli. Szerintem ez egy oltári nagy kicseszés. Aha. Hát de nem minden gyerek reagál egyébként ugyanúgy, azért lehet látni, hogy hol van elkényeztetve az a gyerek. Tehát, hogy volt azért olyan kép, hogy látod a szobának a berendezéséből, hogy nagyon-nagyon jó módon, konkrétan hozzávágta az apukájhoz, vagy az anyukájhoz a csomagot, azért ez nem az a reakció, okay, amit elvársz a gyerekektől. Oké, és akkor egyébként mit vársz el egy gyerektől egy ilyen pillanatban? Okay. Csak hogy mit látom a képen, az egyik gyerek kapott egy sólet konzervhez hasonlítodót, a másik kapott egy mosogató szivacsot. Ő nagyon kíván, a mosogató szivacsos az kész. A sóleteső ő elkezdte rázni, ő próbálja a játékot fölfelezni. Angol nem tudok ráadni, igen, a gyerek a tombol. Tombol. Igen, a mosogatógép, mosogató szivacsot kapott gyerek, ő lefejelte a tesóját, most van már egy másik gyerek a képen, üti az asztalt, amikor nem kapja meg a kedvenc játékát, vagy nem tudom mit. Kislány, 10 éves forma. Szóval az a fura ebben az egészben, hogy egyszer láttam talán a Spektrumon egy dokumentumfilmet a gyerekekről, hogy az, hogy egy gyerek hogy reagál egy ajándékra, az ugye nagyban neveltetés kérdése, tehát voltak olyan gyerekek, akiknek adtak egy csomag szaloncukrot, és kiakadtak, hogy ez az ajándék, másnak becsomagoltak valami hajgumit, és azt szépen megköszönte. Tehát, hogy ez abszolút az, hogy hogyan reagál arra bizonyos ajándékra, az attól függ, hogy te az elmúlt években hogy ajándékoztad. De hogy ugye itt arról van szó, hogy ő nem a szülőtől kapja az ajándékot, hanem a Mikulástól, egy misztikus lénytől. És nektek nincsen az az érzésetek, hogy a Mikulás és a Jézuska elcsalja előletek az egész ünnepet? Tehát ti vagytok a gázfejek, szarfejek, akik nem veszik meg az ajándékot, ők egyetlen emberben bízhatnak, az pedig a Jézuska, mert hogy az meghozza. Képzeljétek el, múltkor álltam a Lidivel a játékboltban, és elsírta magát, mert mondtam, hogy én tőlem nem fogja megkapni, de majd a Jézuskától. És elbökte magát, és azt mondta, hogy én nem a Jézuskától akarom megkapni, én tőled aha. akarom megkapni. Igen, mert te vagy ott abban a pillanatban, és a lányod azonnal szerette volna az ajándékot. Nem hozzád ragaszkodott, elárulom neked, hanem az igen. időhöz, mert hogy anya itt van, a Jézuska az 2 hónap múlva jön, érted? Anya meg most meg tudja venni, semmi más nincs benne. Szerintem a kommunikáció rossz, ha azt mondod, hogy én nem tudom neked megvenni, majd a Jézuska hozza. Én úgy sem mindig, hogyha örül, akkor én vagyok, ha nem, akkor Jézuska. Együtt. Na, van, legjobb. Örülsz? Anyád volt. Ugye? Na, Jézuska már nem örülsz. Ha Jézus kap, nem baj, majd jövőre. Figyelj, hát ez a Jézus kap. Játszom mindig egy a gyerekkel. Mondom, hogy vasárnap ne menjünk sehova, menjünk kirándulni. Hagyjuk a templomot a fenébe, inkább menjünk. Ilyen a Jézus kap. Szerintem játszani kell a gyerekkel. De mire gondolsz, hogy lenyúlja a Jézus kap az ünnepet? Igen, tulajdonképpen azt az érzést, hogy ő ajándékot kap, azt nem neked köszöni meg, vagy nem neked hálás érte, hanem egy teljesen. Szóval a szülői ezt is dombolja a Jézuska. De miért kéne, hogy nekem legyen hálás? Nem feltétlenül, tehát én nem azt gondolom, hogy a gyerekemnek az én ülembe kell ülni, és azt kell mondani, hogy köszönöm anya. De hogy pont nálunk fordítva van, mert nálunk egy csomószor van az, hogy tőlünk nem kapja meg, tehát azt érzi, hogy a szüleitől ő ezt nem kaphatja meg, hanem neki egy harmadik emberben kell géznie, akitől viszont ő ezt meg fogja kapni. És mondom, azért volt egy tök fura érzésem a múltkor, hogy én jöttem ki rosszul ebből az egész játszmából, hogy a Mikulás és a Jézuska lett a jó fej, én pedig a szarfej szülő, aki nem adja meg az ajándékot. De Júli, a gyermeki lét és a gyermeki létezés értelme nem feltétlen mindig az, hogy mindenféle sérüléstől, mindenféle rossz dologtól, mindenféle vágy beteljesülésétől, vagy meg nem történésétől mi megóvjuk a saját gyermekeinket. Tehát a gyermeki léthez hozzátartozik az, hogy néha nem azt kapja, hogy néha csalódik, hogy néha kicsit szomorú, mert ez mind-mind edzi az ő jellemét és fejlődését. Nekünk szülőknek nem az a feladatunk, hogy burokban mindig mindentől megóvjuk, és azt mondjuk, hogy jaj, ne csalódj bennem, ne csalódj a Jézuskában, ne csalódj semmibe, és legyél boldog, mert azok nem lesznek boldog felnőttek. Boldog felnőtt az lesz, aki megtapasztalja ezt is, azt is kicsit kap ebből, kicsit kap abból, és egy szülő ugyanúgy végig tudja nézni, ha a gyermeke nem boldog, vagy nem örül valakinek, és azt mondja, hogy most ez van, és örülj ennek, majd jövőre lehet, hogy kapsz mást, mintha mindent alá tennél mindig, és egy ilyen nagy álomvilágban kellene, hogy fölnőjön. Mert attól viszont nem lesz felnőtt. Attól egy olyan felnőtt lesz, aki kicsit el lesz kényeztetve, kevés akarás lesz benne, nem áll ki saját magáért, és azt gondolja, hogy minden csak úgy van, ahogy ő akarja. Tehát miért nem kell megóvni ettől a gyerekeket, hogy ezt most nem kapod meg, ezt most nem most kapod meg, ezt a Jézuska nem hozza, de majd hoz valami mást. Annak is tessék örülni. Nekünk szülőknek szerintem ez a feladatunk, hogy felkészítsük erre az életre a gyereket. Nem arra, hogy jaj, mindig nehogy sérüljön a gyerek.
gyerek. Hát miért? Egy pillanatig nem erről van szó. Tehát nem csak mondtad elég... ugye, hogy hát, hogy mi szegény gyerek, mert hogy most az nem tőled kapja meg, akkor most itt csalódik, meg nem tudom. Hát miért baj? Nekünk szülőknek nem kell ezt magunkra se vennünk, hogy most tőlünk kapja. Megkapja Jézuskától. A szülőként az a lényeg, hogy örüljön a gyerek. Hogy most ő ezt kinek tulajdonítja, hát az már nem szabad magunkra venni. Mennyi ajándékot raktok a fa alá? Hát itt a nagyik ugye nagyban befolyásolják a történetet, mert nyilván az úgy már összeadódik a sztori, de viszont, ott van egy, kettő, mindenütt van egy nagy, az már három, ami közös, de mi mindig olyat adunk például társas játék, tehát amivel együtt játszunk, együtt megy a mók, és akkor azt azonnal ki is lehet próbálni, meg ilyen kisebb vackokat hoz még. Mert az is filoztam, hogy ugye egy csomószor fenyegeted a gyereket azzal, hogy ha nem viselked szépen, akkor nem hoz neked a Jézuska semmit. Igen. És megrántja a vállát, mert és vagy is szalad, mert úgy is hoz. Igen, azt szerintem ez Jézuskánál nem jó. Ez másban működik ez a dolog, hogyha a veled kapcsolatos történésről van szó. Tehát azt mondod, hogy figyelj, nem fogom megvenni azt, mert valamit elvársz, és azt nem teljesíti. Bár erre is azt mondják, hogy ez sem jó nevelési dolog. Én az utolsó pillanatig zsarolom vele a gyereket. De Jézuskával? Csak a Jézuskával. Kint van a levél nálunk az asztalon. És 21-én is azt mondtam neki, hogy még mindig nem vitte sehova a leveledet. Ha nem teszel rendet a szobádban, lehet, hogy nem is viszik. És rendet tesz? Rendet. Már, már tiszta kolbász. Gyerekkel vagyok. Nézd meg, le is van kakaózva már a szél. Nem rántja meg a vállát. Úgy van, tojva a Jézuskától, hogy nem viszi el a levelét. Édesemű 6 éves, és neki ez még nagyon-nagyon megvan és létezik, és ez tök jó. És ellenőrzi minden nap, hogy ott van. Minden nap ott van a levél, és mondtam Vikinek, hogy el nem lehet tenni azt a levelet. Hallod, úgy rak rendet a gyerek a szobával, hogy hatalmas Lego parti után, hogy meg se kell mozdulnom. Mondom, az a levél ott marad 21-ig. Tehát a 22-én reggel, vagy 20-án, vagy most tegnap hányadika van ma? Ma van 22. 22, tehát tegnap reggel tűnt el a levél az asztalról, mire úgy fogadott engem, hogy apuci képzeld, elvitte a levelet. Mondom, egyik szemem sírt, a másik nevetett, mondom, hogy foglak bekönyörögni a kádba most két napig még. Másodnak kell találnom. Ma délutára hozza vissza a levelet összetépve. Igen, sajnos visszaküldte a levelet. Szóval nálunk, nálam például, hát a kicsi ugye még nyilván nem, de Beni rettegettől, hogy ő ha nem teljesít, vagy nem úgy, akkor nem kap a Jézuskától. Sőt, mi több nálam, ez egy erős fegyver, és a Vikinél is. Tehát én nem félek ettől így. Azt mondja, igen, rossz vagy, hát akkor most megy a levél a Jézuskának. Úgy pakol, mint a húzad. Tehát én legalább egy hónapban használja ki ezt az ember. Hát most májusban mit mondok neki, semmit? Jó van, akkor apád elpakol. Nem? Maximum gyere, pakolj el. De decemberben szóljon már arról, hogy ha nem csinálod meg, akkor viszont ugrik az ajándék. De ha nem ennyi fegyver maradjon már meg nekünk, tessék. Ha nem csinálnál meg, akkor ugrana az ajándék? Nyilván nem persze. Ugye? Nem, hát ez inkább egy eszköz arra, hogy megcsináltasd velem, mert azért a gyereket ajándékkal lehet egy kicsit manipulálni. De nem gondolnám, hogy 24-én a fa alatt én kipipálnám, hogy jó, akkor már nem fürödtél le 12-én este fél 8-a, nem voltál pizsomában. 16-án, akkor most ugrasz. Ez inkább egy lehetőség arra, hogy az ember kicsit nem tudom, nevelje a gyerekét. Szóval mi masszívan visszaélünk ezzel, bőve, és ajánlom minden szülőnek, kifejezetten jól működik. Hogy mi lesz januárban, azt viszont nem tudom. Így van. Csak arra vigyázzatok, hogy nehogy bekavarjon valahogy a History Channel. Apa, most láttam, hogy a rómaiak megfeszítették egy Jézust, és fölment a mennybe. Ott ül az anyjának jobbján. Hazudtatok nekem, nincs is. Szóval mi ezt használjuk? Én ezt egyetlen egyszer játszottam el, 2-3 évvel ezelőtt Mikuláskor. Kaptak egy-egy kesztyűt, meg egy levelet a Mikulástól, hogy hát az egész éves teljesítményét, akkor tényleg valami bűnrosszak voltak, semmivel sem tudtam rájuk hatni. És akkor, hogy is mondjam, azt láttam, hogy egyébként egy kicsit magukba is szálltak. De ez nem jó, ez az egész éves teljesítmény. Ez miért nyomjátok ezt? Hát mi ez, hogy miért nyomjuk? Hát miért? Nincs semmi köze az egész éves teljesítménynek, ami a karácsonyhoz. Mi ez? Nem egy magatartási kódex, amit átadunk december 24-én, nem? Hát mi köze van? Mi köze van a gyerek magad? Hát ez egy Jézuska, egy ünnep, a szeretet ünnepe, ahol az emberek megakajándékozzák egymást, mert szeretjük egymást, mert egy család vagyunk. Na jó, de hát te is azzal motiválod a fiadat, hogy legyen jó. Jó, de nem az egész éves szeretet ünnepe. Az oké, de nem az egész éves teljesítményét teszem mérlegre én december 24-én, és mondom azt, hogy ezt azért kaptad, mert egész évben jó voltál. Tehát azért magát a karácsony filozófiát azért szerintem át kell adni. Család vagyunk, szeretjük egymást. Jön a Jézuska, megajándékoz mindenkit, akit szeret. De Ben is tudja, hogy nem azért kapja, ha jó, ha rossz, hogy milyen volt az egész évben, hanem mert a szeretet ünnepén veszünk egymásnak dolgokat. Nálatok ez egy ilyen
mérleg, amit így beletesztek a serpenyőbe? Hát mi sokszor nem, de egyébként ez egy jó lehetőség arra, hogy elgondolkozunk azon és elbeszélgessünk a gyerekekről arról, hogy egyébként hogy értelik az egész éves teljesítmény. Az mondjuk jó, az, abban a formában az úgy jó és lehet. És beszélgettünk igen arról, hogy ment az iskola, hogy hallgatott-e rám, hogy hallgatott-e a Miróra, hogy egymással hogy viselkednek, és akkor felszoktam neki tenni a kérdést, hogy szerinted hozza neked a Mikulás ajándékot. És akkor ilyenkor a srácok beszoktak pánikolni, mert ők úgy érzik, hogy ez nem érdemel ajándékot. Tehát ők Mikuláskor azt érezték, vagy azt hitték, hogy nem lesz nekik semmi sem a kis cipőben. És aztán lett, ugye? Lett. Na, hát azt akkor ki is nyírtad az egészet, amivel... Nem. Ez még egyszer eljutod, és 10 évesebben rájön, hogy mindegy, hát hogy mit mondasz. Nem lesz, nem fog hozni nem, sem, majd meglátod. Nem, nálunk apróság van. Apróság ez van. Tök mindegy, Juli, nem a méret a lényeg. De hogy nem. Esed. Hát egyébként... Ezt csak azok mondják, akik vigasztalják magukat, Feri. Hidd el, hogy azt. Eddig nem volt baj ezzel, érted? Tök mindegy. Félre ne is, tehát, hogy az én gyerekeim nem olyan égetni valóan rosszak, hogy én ezt megmerjem játszani, és nem, a saját lelkismeretemmel nem tudnék elszámolni, hogy üresen hagyom a cipőjüket, és azt mondom, hogy ez azért történt, mert egész évben nem hallgatottam. De akkor miért mondod neki? Nem, de fontos, hogy ezekről a dolgokról beszélgessünk, és lebegjen egy kicsit a Demoklész kardja a fejük fölött, hogy ha nem viselkednek szépen, ha nem viselkednek rendesen, akkor egyszer beüthet a krach. Aha. Most kaptak ajándékot, kaptak virgácsot is, amin egyébként ők nagyon meglepődtek, illetve nem lepődtek meg, de az, egyébként azon vagyok meglepődve, hogy más gyereknek ezt nem teszik bele automatikusan. Én se tettem virgácsot. Nem tettél virgácsot? Miért tennék virgácsot? Hát érezze a törődést. A gyerek? Micsoda? Miért tennék bele virgácsot? Hogy ne tennék bele virgácsot? Dehogy, én nem tettem. Hogyha nem teszel bele virgácsot, akkor azzal azt ismered el, hogy az egész éves teljesítmény. Nincs belesele az egész éves teljesítményt, de... ez egy ilyen komcsi duma. Mit nyomod? Nem, várjál már. Hallom. Mikuláskor. Az egész éves teljesítmény a munkakönyvben beleírt. A hanovista mozgalma. Mi ez a Mikuláskor? Minden ünnep az egész éves. Húsvéti nyúl mi? Az elmúlt 10 éves terv sikerült-e? Építettünk elég autópályát? Felkeltünk, felmondjuk az ászlót, minden ünnep az egész éves teljesítmény, ez egy húsvét miről nem, szól? Állj, hát kinek hoz a Jézuska, az angyalkák, meg a Mikulás ajándékot? A jó gyerekeknek. Igen. Milyen intervallumban kell annak a gyereknek jónak lennie? Hát szerintem az előző a Mikulástól... Nem a jó gyereknek hozza. Hát kinek hoz? Kevered a Mikulás. A Jézuskára én is azt mondom, hogy igen, figyelj, de ha nem fürdesz le, és nem vagy időben az ágyban, beszélek a Jézuskával, de a Jézuska, azt tanítom a gyereknek, hogy jusson eszedbe, akit szeret, fontos, mi a szeretet, miért ünnepeljük, mi történt karácsonykor, mi történt a kis Jézussal, stb. Ezt adod át neki, nem az egész éves teljesítményen, és most Milánka, gyere ki apához, és akkor elmondjuk, hogy milyen volt a bizonyítvány májusban. Flip-flip-kip! Vedd át az egész éves teljesítményenek járó Jézus diplomát! Itt egy virgács, mert májusban elestél a bicikliddel. Egy, nem támasztott. Tehát semmi köze ennek az egész éves teljesítményhez. Különböző ünnepek vannak, és az ünnepeket kell a gyereknek átadni, hogy miről szól. Nem az maximum egy bizonyítvány, vagy egy nem tudom, mi szól az egész éves teljesítményre, de a Mikulás nálunk nem szól az egész éves teljesítmény. Nekünk a Mikulás az például arról szól. A Mikulás az nálunk egyértelműen arról szólt, hogy az egész évet hogyan értékeljük. Hogy jó gyerekek voltak-e abban az évben, vagy és sem. És akkor jön a karácsony, akkor megint értékeled a gyereket? Nem, karácsony... jön a húsvét, akkor megint nem, karácsony az nálunk nem, egyértelműen a családról... A fiatok, családról fiatok, Milán, én vagyok a húsnyéti húsi. Gyertek. Csak ide, jól viselkedted? Na, akkor kaptak rendes csoki tojás. Ha meg nem, akkor meg ezt... Hát nagyjából itt tudom elképzelni az ünnepet. Csoki tojás vagy sikert. Csodálkozom, hogy a Milán nem alszik. Nem. De félzem, kiforgatjátok. Nálottok én is szorongva nép, Júli. Figyelj. Ki kínálom a család és az egész éves teljesítmény. Nem erről van szó. Összetojnám magam között. Nem erről van szó. A Mikulás az szerintem igenis. Ott a jó gyereknek hoz ajándékot, és ez szerintem ezzel lehet egy gyereket motiválni. A karácsonykor pedig azt nálunk is a család összegyűlik, és együtt ünneplünk, és aztán lesz valami a fa alatt. De szerintem egy gyereket nagyon-nagyon jól lehet azzal húzni, és vinni, és rávenni dolgokra, ahogy ezt te is mondtad, hogy mi lesz a fa alatt, és mennyi lesz a fa alatt, azok tehát, hogy a fokmérője, a jóságának a fokmérője az, ami ott van a és miért tegyek virgácsot? Mindenképpen azt még nem bontottad ki. Mert nem volt... Az egész éves teljesítmény?
Hogyha még esetleg jó, a virgács szülő vagyok én, hogy nem teszek virgácsot a gyerekemnek, igen? Ne, szerintem a virgács az annak a jelzése, hogy, és az ajándék ott van mellette, hogy elismerem, hogy egy csomó jó dolgot csináltál az évben. De érezd magad, érezd magad egy picit szarul. Érezd azt, hogy azért ezen van még mit egy kicsit javítani. Látom, hogy azért van egy csomó olyan dolog, ami hagy némi kívánivalót maga után. Uh-huh. De van ilyen apácarácsból készített, akikre büszkék vagyunk, tábla így az előszobába felrakva. Gyerekek, ebben az évben megint apukátok lett az, akire büszkék vagyunk, és ott van már rajta a Milán ilyen oldalra fésült, lenyalt hajjal. Az egész éves teljesítmény alapján az év dolgozója Miró. A kiváló apuka címet ebben az évben is. Na, de ne haragudjatok, ti soha büdös életben nem kaptatok virgácsot. Nem. Nem kaptatok virgácsot soha. De én kaptam. Hát benne volt a csomagban. De benne volt a csomagban. Na, de igen. Félredobtam és megettem a szalagot. Így van. Abszolút. De tudta, a virgács azt tudtad, hogy az azért van, mert rossz. Nem, soha büdös életben. Félreraktam és megnéztem, hogy van-e benne banán. És nem volt. Jó. Csak narancs meg mandarin, meg egy néhány szem magyarok. Hát gyerekkorunkban azért legyünk őszintén, nem jutott sok minden, nem? Banán, hát ilyen dolgok nem voltak. Érdek hát, volt benne egy sportszelet. Egy sportszelet, két darab magyaró, egy narancs, és tökre örültél, és megvoltál. Én átadtam a nővéremnek, neked is hozott valamit, a virgácsot. Nálunk a gyerekek tök jól fogadták a virgácsot, és szerintem ez volt az értelme, és én ezt is szerettem volna kihozni belőle, hogy elújságolták, hogy anya néz, csak kaptunk virgácsot, és a Mikulás is látta, hogy sokat rosszalkodtunk évközben, de nem feszültek ettől be, nem erről van szó, tehát nem csak virgácsot kaptak, uh-huh. Mindegy. Igen, nálunk... Nem baj, egyébként... mindenki máshogy neveli, ettől szép a dolog. Én nekem eszembe se jutott, hogy vegyek a Beninek virgácsot, pedig van vele sok bajom, meg rossz, de hogy kicsit meg közben gyerek, meg ezzel ez nem baj. Eleven így nem van, én próbáljuk valahogy úgy nevelni, hogy ne azt erősítsük benne, hogy mit csinál rosszul. De és én erre egy ünnepkor, amit ő vár, és ami neki fontos, és megtisztítja a cipőjét, én pont akkor nem akarom kiemelni. Akkor örüljön, legyen boldog, és majd májusban, ha átmegy az út közepén, vagy úgy teker, hogy nem vár meg, vagy sétálunk együtt előre rohan, nem néz körbe, akkor elmondom neki, vagy ha hallok valamit az óvónőnél. De december 6-án, amikor az egy óriási szentség, akkor én nem akarom abba beletolni a fejét, hogy te most ezt egyébként rosszul csinálod. Arra megvan az év 364 másik olyan napja, kivéve a karácsony. Hát fene se tudja, hogy letolja, nyilván nagyon sok minden megmarad, nyilván kicsit le is tolja, én is ilyen voltam, a gyerekek ilyenek, persze, de hogy az, abban én kicsit úgy nem rondítok bele, de semmi baj a virgáccsal, meg én is kaptam, túléltem, tehát azért a mostani szülői generáció azért túlértékeli a gyerekek lelki világát, és azért mi is más szellemben lettünk nevelve. Ez volt, oda menti, ezt csinálta, túléltet, felnőttél, egészen normális felnőttként, tehát ma ez a túlzott gyerekközpontúság se jó. Nem? Valahol a kettő között van a határ, ahol nagyon poroszos, nagyon szigorú, és a jaj, mihez van a gyereknek hétvégén kedve, akkor menjünk oda és csináljuk lehet, azt, nem. És csak az lehet című dolog, az sem jó, kettő közé kell valóban. És majd amikor a dolgot. Tehát nem lesz baj a virgástól semmi. Megidősödsz, akkor a gyerek is értékeli az egész életet. Igen. Mama, van, nincs pelus. Mama. Vicceztek, ma most értékeli. Igen. Csak egy olyan otthonba tudtuk betenni, heti egyszer van mele kaja, mama. Ez az élet teljesítménye. Emlékszel, ugye, anya? Emlékszel? Ezért mondjam. Becsüld meg a gyerekeidet, mert ők választanak neked otthon. Ugye? Úgyhogy óvatosan a virgáccsal, Juli, mert szörnyű helyed lesz. Jól van, na kellemes ünnepeket. Nektek is kellemes ünnepeket. Ki az év dolgozója? Most ki nyert nálatok? Ki kap külön ajándékot karácsonykor? Kinek jó az éves teljesítménye? Miró? Helyes. Persze. Uh-huh. Igazi családmodell. A férfi megkapja az év dolgozója. Neked csilloga? Be van valamivel hintve a fejbőrön? Nem, ilyen csillámló porokat szedek le mindenkinek az ajándékáról, és az, ahogy szétkentem a kezemben. Én akartam mondani, hogy majd fürödj meg, mire azért, mert a Viki kikaparja a szemet, hogy ki volt az a rifke. Már olyan vagy, mint egy régi jégkirálynő. Konkrétan az Anna ajándékát megfogtam, ami milyen rózsás, aranyozott, nem tudom, miben van, és kicsit ilyen málik a vakolat az arcomról, igen. 3-10 lesz pontosan 6 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, de előtte játszunk egy jó kis hármasugrást. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Nézzük a teljesítménye alapján, ki az év játékosa. Halló! Halló. Gábor, hello, jó reggel, ciao. Szia, Balázs. Hello, itt a Jani is, meg a Feri is. Szia, Gábor. Szia. Hello. Milyenek a kérdések, Jani? Hát szerintem vihető. Igen? Simán. Nem agyaltam túl tegnap este. Mindig ezt mondja, hagyjad. Mi volt a zene, amit hallottál, Gábor? Mondj két előadót, vagy dalcímen. Az egyik az a Moose Like Jagger. Igen, az a Maroon 5 volt. Ha jól emlékszem, akkor a... Nem emlékszem el, szóval. De nyilván elküldtük. Simple Red-től volt egy dal részlet. Simple Red? Ha jól emlékszem. Az nem volt. Aha.
De hát biztos. Akkor rosszul emlékszem. De jót küldtél biztos. De jót küldtem, igen. Reméljük, jót küldtél, igen. Volt még Linkin Park, Joe Cocker, Train. Joe Cocker, bocsi, azt írtam. Azt írtad, jól van. Mm-hmm. Oké, okay, na nézzük. Nem volt Joe Cocker. Akkor nem írtam. Akkor nem írtam. Akkor nem írtam. Hogy kerültél játékba? Hogy én sem tudom. Így szól az első kérdés. Hogy nevezik a lovaknak azt a részét, ami a nyaktól a lábak közéig terjed? Szügy. Szügy, így van. Jó vagy, ügyes vagy. Gyönyörű, szép, izmos melkosok. Mehetünk tovább? Parancsol. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Szügy a parancsol. Melyik évszakot szimbolizálja a magyar kártyában a tök ász? Tök ász. Hát nem vagyok nagy zsugás, de az a nyár. Így van. A nyár. Mehetünk tovább? Mehet. Parancsolj, vezérem, nagy uram, parancsolj velem, hát, rendelkezz velem. Kérlek. Játszunk, vagy nem. A játék után ígyunk meg egy jóféle seritan. Uh-huh. Vezesd elő, kérlek, a következő kérdést. Jó, van, nagy uram, már mondom is, szőröm. Melyik az a görög sziget, amely az ókorban Héliosz isten óriási méretű szobráról volt híres? Melyik ez a görög sziget? Vezérem. Az ókori világ hét csodája közé tartozott, sajnos már nem létezik, egy földrengés eltörölt a földszínéről, de egyébként újra akarják építeni. Őrül. Hát Kréta. Nem. Hát nem a krétai. Nem. Nem a krétai kolosszus, nem a rodoszi kolosszus. Rodosz is a rodoszi kolosszus. Rodosz, atya ég. Igen. Na nézzünk egy bumbot, jó? Bum! Hacke kis bumbot! Az volt? Nem érez. Sajnos valami? Sem. Nézek körben. Senki? Semmi sajnos. Nem áll a szoftver. Hát ez van. Örülök, hogy játszottunk. Jól van. Gábor. Egyetlen egy mondatot hadd tegyek hozzá. Hallgattam ma az adást. Igen? És... én mélyen együtt érzek a Jakubcsek Gabival, nagyon szerettem a műsorát, a Ridikülről beszélek. Mm-hmm. Igen, hét után beszéltünk a Gabiról, csak azért mondom, igen, ha valaki igen, nem igen. Megpróbálom besűríteni, mert nyilván megy az adásidő. De azért, figyelj ide, a Magyar Televíziót, illetve a Duna TV-t és társait azért szerintem nézik egy páran. Mm-hmm. Például mondjuk én kifejezetten, ha már így az RTL relációjában veszük, akkor... hát többet nézem ezt a négy adót sporttal kiegészítve, mint mondjuk az RTL-t. És egy icipicit ezt túltoltat szerintem, mert pont az RTL aspektusából minőségtelennek nevezni azt, ami a MTV-án megy. Hát, ezt elmondtad volna akkor is, ha most nyersz? Igen. Én nem az RTL aspektusából beszéltem, hanem én magánember, és arról beszéltem, hogy méltatlan volt, ahogy a Gabit ki... Ez ebben látod 100%-ig egyetértünk. Jakubcsek Gabi, tisztelem, nézem a műsorát, nem amit úgy általában mondtál a köztévéről. Gábor, attól, mert te nézed a műsorát, attól a legtöbb köztévés műsorát... Nem, csak azért, hogy itt szó, tehát a Jakubcsek Gabi túllendülve a köztévé minősítés, az egy kicsit szerintem erős volt, főleg úgy, hogy mondjuk egy RTL-es top. Igen, de hogy azt is elmondta, hogy Balázs, meg mi is elmondtuk, hogy azért vannak kivételek, tehát ott is azért van egy virtuózók, egy felszállott a pávot, tehát vannak olyan műsorok, amik egyértelműen értékeket képviselnek, csak hogy... Hát a Rákóczi Jani, nem is tudom, egy két hónapja láttam egy műsort pont a szülőfalujáról. Azt hiszem ő volt a narrátor. Így van. A Ferinek? Igen, igen, igen. És minden tiszteletem, végignéztem, és nagyon érdekes volt. Még nem látom, hogy hol különbözik a véleményünk, mert én nem egyelőre ugyanazt mondom, amit te, és ezt meg lehet hallgatni 7 óra utáni megszólalásban, fönt van az interneten, és továbbra is azt gondolom, hogy kevés ugyan, de van a köztévének is értékelhető produkciója, jó, viszont nagyon kevés... Jó, egyetlen mondat, tényleg röviden, akkor mondjál az RTL-nél olyan produkciót, ami minőségi, ami... Nem lehet egy jelzőről ebben a formában beszélni, hogy minőségi, mert ez egy szubjektív dolog, ez ízlés kérdése. Mondjuk egy olyan műsort, ami mondjuk ez a bizonyos ominózus Rákóczi Feri féle dokumentumfilmból. Miért kellene nekem ugyanolyat mondani? Miért kellene összehasonlítani? Most azért nem menjünk bele, mert szerintem ebben a formában nincs igaza, de értem és meghallgatlak nagyon szívesen. Én nem mint RTL-es mondtam,
és én nem az RTL nevében beszéltem, én magánemberként mondtam el a véleményemet egyébként a köztévéről, vagy úgy, mint egy rádiós műsorvezető, és a Gabi kirúgásáról, és arról, hogy számomra egyébként számomra sokkal több értékelhető produkciót kellene gyártani az MTV-nek, és nem keveset látok, és hogy a nézettségük sem jó, kevés igazi arcuk van, kevés hiteles arcuk van, én erről beszéltem, és az egyik hiteles arcukat egyébként ilyen méltatlanul kirúgni, úgy, hogy nincs sok beazonosítható arca az MTV-nak, nincs sok, és az egyik legértékesebbet így elküldeni, az szerintem, hát kritikán alulni. Csak az volt, hogy ex-katedra kijelentetted, hogy nézhetetlen, senki nem nézi, nincs nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy tisztelet a kivételnek, van néhány műsor, kiemeltem egy-kettőt, és a sportműsorokat. Ezen túl egyébként a köztévének feladata lenne sokkal több ilyen olyan műsor gyártani, amit valójában többen néznek, de nem minőségében jeleztem, hanem az arcokról beszéltem. De mondom, 7 óra után hallgass meg, én szívesen lesz belőle a Best of-ban is, szívesen vitatkoznék erről, Gábor, de hát én nem baj, hogy nézed, sőt, örülök, tehát ezzel nincs baj, de mondom, én nem RTL-esként beszéltem erről. Jó, oké. De értem, hogy mondasz. Én köszönöm szépen, Rodoszt nagyon-nagyon szégyellem. Nem kell, az ember adásban van, akkor valamikor nem ugrik be. Vagy rövid zárlat, nem kell ezt szégyen. Gábor, köszi, kellemes ünnepeket neked. Neked is, nektek is. Köszönjük, ciao, hello. 3:10 múlt pontosan egy perc, eljövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt, pontosan 4 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, az utolsó előtti munkanap, reméljük sokaknak, és 24-én már a legtöbb ember otthon tud lenni szeretei körében. Majd mi is. Így holnap van. Holnap 10 után. Igen. A holnapi Best of-ban leadjuk még egyszer a Coco Jumbo-t. Nem tudom, mi lesz. Holnap kérdés. Holnap nem lesz Best of, holnap Anna is pihenhet már, nem, ne vágjon Best of-ot. Holnap zenélünk, retro nap van. DJ Oti, O.I. búcsúztató retro bulia. Aki nem hallgassa, maga nem esett. Ide, mindegy. Igen, hát holnap egy jó kis retro bulival zárjuk az évet. Mert mindenki kienged, már otthon hallgatnak bennünket a legtöbben. Főznek, készülődnek, díszítik a lakást. Nincs jobb ilyenkor retro muzsikákat hallgatni. Így van. Oda kell készíteni a porralatokat a fa mellé. Jaj, nem már, kérlek. Mi van? Karácsonykor ne legyél már ilyen kis tüfting. Tök igaza van, olvastam egy cikket, hogy az éves balesetek, ami 25-28%-a történik karácsonykor, megnézték nem tudom milyen országot, a csigolyatörés, a létrára állás, az arcégés, a szempilla, a szakál meggyulladása, a leesése a székről, a fadíszítés, a lakásdíszítés közben, koponya alapi törés, csigolyatörés, és kimutatták, hogy megnézték egy országnak, az Amerikai Egyesült Államok, vagy amelyik országnak, hogy mikor történik a legtöbb baleset, és 25-28%-ra tették az éves balesetek számát, ami csak és kizárólag a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik. Egyértelmű. Tehát, kicsit az alkoholizálsz, igazítasz a csúcsztisztem, mert 11-kor rájössz, hogy nem úgy áll, ahogy szeretnéd. Így van. Kicsit megalakul, kiszúrod, hogy ferde a csúcsdísz, elindulsz fölfelé. Kínai égősor meggyullad. Tehát, hogy ezért ott van egy-két dolog. Akkor most mit csináljuk? Nekünk nincs porral oltunk. Szerezd be egyet. Egy vödör homok. De van, nektek van otthon? Nekem a mosogató mellett áll egy spritzni is, ami nem kell fújni, nem nyomó semmi. Veszel bármelyiken Barkács áruházba, úgy néz ki az egész, mint egy ilyen másfél literes jeges teás flakon, és olyan, mint egy dezodorant, amivel befújod magad, tehát ugye egy gázhajtja, és habot fúj ki, ott van, ha bármi történik, azonnal lefújod, be van éles. Tehát nem kell ez a nagy nyomós piros farap. Én nem is kérdezlek, mert neked ilyen van otthon. De hogy is, ott van végtelen villamos végállomásért, ott van kirakva az a nagy sárga láda, abból szoktam vödörszámra elhozni a homokot. Igen, ez tényleg hasznos, 1500 forintért veszel egyet, bármi meggyullad, azonnal arcon fújod, meg még akire haragszol a családba, kicsit azt is. Ki szokunk menni az udvarra, viszünk egy vötör vizet, meggyújtjuk azt az egy csillagszórót, megvárjuk még végig, aztán... Na és ebben most egyébként semmi vicc nem volt. Tehát viszik a vizet, hárman visznek egy csillagszórót, megvárják, amíg leég vízbe teszik, és a kis vadon család a kis papucsba visszavonul a kis lakára. De jó volt, de szép volt. Nagyjából 2015. december 31-e este 3:12, ez a kép fogad bennünket János háza előtt, lakása előtt, állnak hárman egy szem gyertyatartó, vagy csillagszó, és Jani még egy vödör vízzel amellett. Véletlenül se a hóba, vagy a pocsolyába, vagy fújásra, vagy nyállal, vagy ami, egy vödör víz, egy csillagszó. Semmit nem bízunk a véletlenül. Van most egy ennél költséghatékonyabb eljárás, és most teszteltem valamelyik nap, nem is tudtam egyébként, hogy ennyire működhet ezen a vonalon a dolog. Képzeljétek el, hogy kimentem a tornácunkra, vagy kimentem az ajtó elé,
vittem magammal a saras talpú egyik túracipőmet, és elkezdtem iszonyatosan erővel összecsapdosni, hogy a szárazság kijöjjön belőle, és azt hallottam, hogy pár méterrel lejjebb a házunktól ilyen átszelmült hangon egy kisfiú azt mondja: tűzi játék. Édesem, a hang. Édesem. Akkorákat csattant annak a túracipőnek a talpa, hogy azt hitte, hogy ez tűzi játék. Mondjuk, ahogy te kitisztítod, az egy 30-40 csattanás volt, amilyen akkurátus vagy. Tűzi játék. Tűzi játék. Gyorsan bementem, hogy ne az legyen, tudod, hogy elsétál a mamájával, ott kézen fogva, és nézik, ahogy a bácsi lerombolja az álmát. Szegény. Tűzi játék. Már csak kisebb lenne a virág. Hogy? Hát akkor hát küldeném a ház másik oldalára, én meg azon az oldalon továbbra is. Hallgass, virág, tűzijáték. De akkor még azt kell, hogy Móni egy elemlámpába villogjon. Tűzijáték, virág, tűzijáték. Móni, villogtam egy csapkodó cipődet, meg is vagytok. És annyi. Plusz 15 zsebben maradt. Igen. Vagy pedig hogy hívják, a mutatójammal kitávasztott gyufaszálakat egy gyufás dobozra pöckölök. Igen. Na gyorsan mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Egy picit reggel komolyabbak voltunk, Jakubcsek Gabiról beszélgetünk. Nagyon sajnáljuk. Hát ugye felvétel közben rúgták ki, szegény elmondta, hogy csak kapkodja a fejét, pont az 500. adást készültek rögzíteni, vagy másnap vették volna föl, bementek és két felvétel között nagyon méltatlanul kitették, úgyhogy a köztévé egyik leghitelesebb arcáról van szó, mi is nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és nagyon sajnáltuk őt, megvitattuk, hogy ha már ennek így kell lennie, van talán emberségesebb módja annak, hogy valakit kirúgjanak, mert hogy minden munkahelyen megtörténik ez, de nem mindegy, hogy hogyan. Erről beszélgettünk, valamint ajándékozás is történt, ugyanis volt húzás, és ebből megmutatjuk a legjobb pillanatokat, aztán jövünk vissza még egy kicsit a végén. 10 óra múlt 2 percet, Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Hello. Arról pont lemaradtam, hogy a Jani mit kapott és kitől. Feritől kaptam 80 méternyi alufóliát. Nagyon örültem neki, mert ugye én nagy fogyasztó vagyok ezen a téren is. Ráadásul ugye az egyik 100%-ban felhasználható, újra felhasználható csomagolóanyagról van szó. Megmértem egyébként csak 79,5 méter. Ne haragudj. Minden reggel egy rohadt alufólia darabban hoz 2 paprikacsíkot, egy másikban egy sajtot, egy harmadikban pedig egy nem tudom mit, és adás közben megy a... És te nem paprikát meg sajtot hoztál? Én az alufóliát. Hát, mert ennyi. Vagy, meg annyi krémet, vagy. Amennyivel gyakorlatilag a fejbúgontól a lábújja, amíg be tudom magam krémezni az év 365 napján. Igen. Mindenki örül mindennek. Hívjuk a naphallgatóját. Úgy van! Ja. Felti Gábor. Jaj, hello, morning show, ciao, Csabi, Jani, Feri, hello. Sziasztok, hello. Hello, hát nem mondtad, hogy morning show. Morning show. A szabály, tudod, az, hogy a naphallgatója az lehet, aki úgy veszi fel a telefont, hogy morning show. De arra, hogy nem hallgattam a rádiót, éppen dolgozom. Egyébként én írtam azt az üzenetet, hogy a rekorder a... Azért hívtunk. Lenne. Ja, azért? Igen, na, igen. Hát akkor... van egy ilyen rovat lassan 9 éve is. Arra, hogy általában ilyen 8-ig szoktál a maximum hallgatni benne. Nem baj, nem baj, elmondjuk, hogy van egy naphallgatója rovatunk, mindig a nap végén feljük a nap SMS küldőjét, és amúgy egy morning show körülvé az ajándék. Csak nagyon jót írtál, ugye beszéltünk a Szépség Királynő választásról, a igen, kolumbiai igen, csaj igen. Fejéről levették ugye a koronát és átvették. Igen, 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 igen. Másról... Hát én halálra rögtem magam az egészen. Jó cikk is volt. Igen, a kolumbiai csaj Guinness rekorder, a világon a legrövidebb ideig tartó Szépség Királynő cím. Ez igen. Az infláció. Igen. Igen. Hát köszönjük az SMS-t, csak nem tudunk ajándékcsomagot adni. De köszi, hogy minket hallgat. Nem lehet, sehogy sem. Okosban, azért 8-ig hallgatlak benneteket, de dobjatok egyet, hát srácok. Figyelj ide, hát mit mondjak én erre? Valamit, mindegy. Valami. Mi van még? Karácsony van. Karácsony van, na. Jó van, karácsony. Így van, így van. Maradt így van. Egy pár darab, ezt tudod. Egy ide vagy oda, nem? Így van, egyszer élünk. Ez a beszéd. Jó van, küldünk neked valamit, jó? Jó. Legyen köszönöm. Meglepetés. Még mi se tudjuk. Akkor jó. Lesz. Hajsz lesz meg ilyen. Ja, tényleg, valami apróságot küldjünk. Mégiscsak karácsony ment éve. Köszi. Köszi. Ciao. Hello. 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 Csabikám, remek zenék?
folytatódik még mindig a Klassz Karácsony 2015, tehát vannak nyeremények, koncertjegy és csodálatos ékszerkollekció, és valamikor ebben a következő 5 órában lesz a kedvenc karácsonyi dalom. Tudom, hogy mondtam ezt már például Kriszre a dalával kapcsolatban, de erre ti is emlékeztek ennek a klipjére, mikor Bon Jovi a John Schmáról Cindy Crawforddal. Mint egy ilyen kis karácsonyi felkészülés. Uh-huh. És ez a Bon Jovi dal lesz az egyik karácsonyi dal. Please come home for Christmas. Csabi jön a kívánság műsorra, meghallgatjuk Csabikám. 555-55-00, ha szeretnétek dalt kérni Csabitól, kérjetek, Csabi annak nagyon örül, mi pedig jövünk ezért holnap. Holnap már nem lesz nagyon témánk, sokat zenélünk, retro nap lesz. Hadi, ott jön Lico, retro műsor, DJ, ott egy retro műsorával búcsúztatjuk az óévet. Aztán meg is kiri el. Holnap akkor jövünk, szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az